Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Geek Generáció 16. filmes podcast adása. Rengeteg filmet fogunk ezúttal kitárgyalni, vendégeim lesznek az adásban. Flint, Ati, ahoy, és az elmaradhatatlan Zebra. Csokolád és vaníliás csiga. És mielőtt elkezdenénk, mindenképpen elmondanám, hogy a leírásban megtaláljátok a Twitter elérhetőségeinket, illetve a blogunkat, menetrendünket, folyamatosan frissül, és ott lehet látni, hogy milyen tartalmak várhatók a jövőben. És hát kövessetek minket, ha tetszik, amit csinálunk. És akkor szerintem kezdjünk is bele mai első filmünkkel, nem más, mint a Világító torony. No, kinek tetszett, kinek nem tetszett? Attilát hallgassuk meg első körben. Hát erre van egy mondás, hogy amit szellemőrvezetőnk a Mifolyi Gyöngyösön videóban is elhangoztatott, hogy cigány gyerek vagyok, bár de nem vagyok buta, de én úgy érzem, hogy ez a filmhez én kurva buta vagyok, hogy egy büdös kukkot nem értettem ebből, hogy miről van szó, meg mire fut ki az egész. De borzasztó volt nekem, de egyébként jó, de nem volt jó nézni, nagyon ügyesen kimunkált film, de ne, egyszerűen egy percig nem értettem, hogy itt miről van szó. Tehát majd, ahogy kifejtjük, majd én remélem veletek együtt értem meg ezt a filmet. Hát sajnos engem annyira fölkúrt, hogy én utána ki kellett, hogy menjek levegőzni évkor. Itt csatangoltam a ház előtt, valami halálra ítélt. Nem mondod, ennyire megviselt? Nagyon, de az egész az, hogy én nem láttam értelmét, hogy ennek volt értelme, amit én végignéztem, ennek a terrornak, ami ebben a filmben van. Fú, de hát mondjátok, hogy nektek hogy tetszett, mert... Szerintem... Csak azt akartam mondani, hogy szerintem Zebrától hallgasson meg egy pozitívabb vélemény. Hát, amikor én megnéztem ezt a filmet, emlékszem, így felálltam, és mondtam, hogy akkor lefekszik aludni. Nagyjából két órán keresztül néztem a plafont, és azon gondolkoztam, hogy mit láttam. Összességében nekem tetszett. Végig volt egyfajta sejtésem, hogy miről is akar szólni, mert azt hiszem, hogy itt nagyjából ahány ember annyiféle történetet hallgathatnánk meg, hogy az ő szemszögéből ez az egész film miről szólt. Nekem az átjött, amit én gondoltam, nem minden elemében, tehát vannak homályos részek, amiket így nem nagyon értettem, hogy miért van benne, az én értelmezésem szerint, de ettől függetlenül a filmnek az atmoszférája rettenetesen megfogott. Ez a 35 mm-es felvétel, hát szerintem brutálisan jól állt neki. Ugyanúgy a fekete-fehér világ is, na meg Pattinson és William Dafoe színészi játéka az meg szerintem rohadt jó volt, úgyhogy összességében nekem tetszett ez a film. Nagyjából hasonló véleményem vagyok én is, bár az egyébként, hogy miképpen lehet ezt a filmet értelmezni, hát esőkörben... Dehogy nem lehet. Igen, alapjáraton szerintem abban megegyezhetünk, hogy a film maga az őrületről szól. Hogy egy elszigetelt helyen az ember miképpen tud elkattanni egy ponton. De ezek az emberek már akkor őrültek voltak, mikor odaértek. Tehát ezek már akkor sem voltak normálisak. Ezek már akkor is sérültek voltak valóban. Csak az, hogy maga az elszigetelődés végül mi az, amit kiváltott belőlük. És azt a folyamatot nézhettük végig. Azt pedig már csak amatortán, hogy mi az, amit még behelyettesíthetünk mellé. Mi az, amit hozzáadhatunk még. Flint, neked van egy bizonyos elképzelésed a filmről, hogy miről szól, vagy pedig van több verzió is? Hát olyan mara sok verzióm nincsen, aztán a nálam sokkal okosabb emberek esetleg, akik látták a filmet, komment szekcióban elmondhatják. Ugye eleve szó van erről a bizonyos átokról, és értelmezhető úgy is, hogy maga az átok az valóban megtörténik, és mindaz, amit mi látomásnak vélünk felfedezni, az valójában sokkal többet sejtett annál, mint ami lehet. És ez is már önmagában szerintem sokat hozzáad az összképhez. Tehát nyilvánvalóan metaforákról beszélhetünk. Gondolok itt az olyan
what the fuck momentumokról, mint a kis hablánynak a megkefélése. Igen, Attila, ezt már vártam tőled. Az a vagina, ami ott van, te jó Isten, az élettől elment a kedvem. Igen, ezt akartam volna. Szörnyű. Nem, gyerekek, erről a filmről az jut eszembe, mikor valaki a saját fekáliáját keni föl egy bászorra, és azt mondja, hogy én vagyok a hülye, hogy ezt nem értem. Ez egy művész. Ez egy meg nem értett művész. Tehát Robert Eggersnek az előző filmje, a Witch, az egy teljesen jó film volt. Volt ugyanilyen lassú lefolyású volt, de az kifutott valahová. Ott értettem, hogy miről van szó. De ez nekem egy olyan álművészkedő, amikor az ember annyira azt képzeli magára, hogy én egy meg nem értett művész vagyok, hogy szöges dróttal veri ki magának, és azt mondja, hogy hát igen, ezt te nem értheted. Hát te nem vagy ilyen szellemileg felkészült, mint én, sajnos. És... egyáltalán nem érzem azt, hogy ennyire köldöknézős lett volna ez a film. Szerintem sem, én alapjáraton írtózok ezektől a dolgoktól, amiket így felvázoltál, és ennél a filmnél én nem éreztem ezt a dolgot. Tehát, hogy tényleg én is úgy vagyok vele, hogy ezek a kamuművészkedések, ezek nálam is kivegyik a biztosítékot, főleg amikor valaki megpróbálja nekem megmagyarázni, és tudod, hogy baromságokat beszél. De itt nem éreztem egyébként. Nem, az a baj, hogy annyira kevés kapaszkodót kapunk ehhez a filmhez, hogy Jézus. Tehát én azt értem, hogy meg akartam mutatni, hogy milyen az őrület. Én ezt értem. De az, hogy tehát valamilyen szinten nekem szükségem van arra, hogy tudjak egy minimális szinten azonosulni a vászon szereplő emberekkel. Ezek olyan szintű taszítást váltottak ki belőlem, hogy tényleg az egyik pillanatban ordibálnak egymással, a következő pillanatban ölelgetik egymást, aztán majdnem lesmárolják egymást, aztán verekedni akarnak, aztán hánynak, aztán... szörnyű volt, úristen. Hát én valahol félúton vagyok a kettő között. Nekem alapjáraton, amit láttam, tetszett. Nagyon hangulatos volt, borzasztóan jól nézett ki, zseniális színészi alakítások, erős atmoszféra. De ugyanolyan kamunak érzem, mint a mit. Nem látok egyetlen egy olyan magyarázatot sem erre a filmre, olyan értelmezést, aminek nem mondana ellent valamelyik pontja. Mert ha az őrületről szól, nekem az őrület működését, vagy az őrület miben létét, ne két eleve zakkant emberrel akarják megmutatni. Pontosan. Az őrületnek van egy folyamata. Ha átok van, akkor az átok egyrészt miért csújtja az öreget is, másrészt mi a tököm az a faragott sellő szobor? Harmadrészt, ha átok van, akkor miért történnek rossz dolgok és ilyen fagdabb halucinációk a sirály megölése előtt is? Mert előfordulhat, hogy a szobor hordozza az átkot, de hát ez is olyan, hogy így bármit rá lehet mondani erre a filmre, mert... És nekem ez a legnagyobb problémám, és úgy van vége annak a filmnek, még azt hagyjuk, hogy konkrétan hogy van vége, de úgy van vége annak a filmnek, hogy így ülsz utána, és így nézel, hogy ez most mi a fasz volt. Tehát konkrétan nekem úgy tűnt, hogy jelenetek vannak egymás mellé pakolva, mindenféle kohézió nélkül. Tehát még ha az lett volna a vége, hogy ugyanez, csak mondjuk ott van az erdőségekben fent, akkor azt mondom, hogy összeáll, és van egy értelme az egésznek. Mert hogy ott megtörtént, ami megtörtént, és az egészet flash-eli, ahogy haldoklik. De így annak sincs értelme. Mert miért ott, ahol? Igen. Tehát az, ahogy
az utolsó előtti jelenet van, és ahol van a csávó, ahhoz képest teljesen máshol van a legutolsó jelenetben. Igen, meg mi a tököm eleve az a világító torony? Mi van azzal a fénnyel? Én nekem egyetlen egy értelmezésem volt ezzel a végével, ami én nem tudom, hogy reális-e, vagy mennyire állja meg a helyét, de nekem az volt, hogy itt ez egy Prometheus utalás, mármint ez a Prometheus legendájára. És ennyit tudtam én hozzátenni ez a filmhez, hogy így megerőszakoltam magamat, és így mondom, talán ez arról szólhat, hogy igen, és akkor büntetésből most itt a sirályok, ugye? Hát, itt a sirályok rágják ki az embernek a belső szerveit, de hogy ez konkrétan most a film szempontjából mit jelent, nekem is egy ilyen nagyon elborult, nagyon kifacsort, nagyon metaforikus értelmezés van, aminek egyedül van értelme. Ez a faszi megcsinálta, amit megcsinált, és akkor ő jelen pillanatban ott van a kapuban, ahol eldől, hogy ő a megváltást kapja, vagy a pokolba kerül. És siet a megváltás felé, ami ugye a világító torony akar lenni. A toronyőr ez a kapuőrző lényegében, aki elvezeti, hogy merre, és a végén meg ugye megöli a kapuőrt, hogy el tudjon jutni a megváltás fele, de pont emiatt a kárhozat lesz az ő útja, és akkor ott van a sirályokkal. Hát nagyjából én ezzel tök egyetértem, hogy nálam ez az egész a bűn és a bűnhődésnek a saját múltjának a feldolgozásáról szól, tehát én nem is nagyon vagyok abban biztos, hogy az egész valós térbe játszódott. Tehát, igen, tehát én is ezt tudom egyedüli olyan értelmezésnek adni, ami nem mond ellent sem. William Dafoe karaktere lehetett volna a megváltásának a kulcsa. Folyamatosan arról beszélt, hogy ki érdemli, akkor felkerülhet a világítás. Igen, meg ugye ő mondta ezeket a szónoklatokat is. Próbálta megváltani, próbálta őt is rávenni, hogy mondjon egy ilyen szónoklatot. Tehát ezt látom olyan értelmezésnek, hogyha abszolút elrugaszkodsz a realitástól, és semmilyen szinten nem próbálsz ilyen földhöz ragadt értelmezést adni neki. Ott volt az előző srác, akinek megtalálta a fejét, ugye az lehetett akár egy másik, aki ugyanezen az útban elbukott. Tehát én szerintem ez... Igen, erre nagyon erősen utalnak is. Igen, meg ő akarja figyelmeztetni, mert ugye a sirálynak a félszeme hiányzik, és a hulla is félszemű volt. A sirály, igen. A sirály az valószínű figyelmeztetni próbálja őt. Tehát az a halott előző tanunc lényegében aki figyelmeztetni próbálja őt a sirály képében. Igen. Én szerintem ez az a fajta megközelítés a filmnek, ami szerintem szinte minden aspektusában működik. Tehát, hogyha végignézzük a filmet, a hablányt nem értem, mondjuk. Nem tudtam elhelyezni sehova. Meg ez mind szép és jó, amit elmondtatok, csak az a baj, hogy ezeket aláássák olyanokkal, hogy te hallgathatjuk a Willem Dafoe-nak a fingásait, meg az, hogy ízlette a vacsora, vagy nem ízlette a vacsora, vagy izét, és akkor utána a Willem Dafoe egyébként egy pazarú megvilágított jelenetben olyan monológot lenyom, hogy így csak kamilláztam, és utána mi a válasz rá Robert Pattinsonnak, hogy hát jó, akkor mégiscsak ízlett az abbáni valód, aztán kész, és így néztem, hogy... Igen, az az a pont, amikor a William Dafoe eldönti a sorsát neki. Ott dől el, hogy ő melyik irányba fog menni. Ő meg nem veszi komolyan. De igen, tehát vannak pontok, amik ezt zavarják. Tehát a sellőt én sem tudom hozzátenni. Meg ezt a homoerotikus vonalat sem, hogy az is hogy jön be a képbe. Meg ezt a tentacle pornót sem, ami ott ment. Hát igen, nézd, hogy tök egyszerűen közelítjük meg, akkor szexuális elvonásai vannak a Robert Pattinson figurájának nagyon durván. Igen, amúgy ezt a három dolgot is ilyen fel lehet fogni ilyen kísértésnek. Na jó, de hogyha most ha most szellemi síkon járunk, amit most feltételeztek a filmben, akkor miért nem járunk szellemi síkon? Akkor miért vannak benne ilyen fizikai dolgok? Ha majd fizikai síkon járunk, akkor meg miért nekem üti egymást a kettő? Hát de a szellemi síkon is valahogy megtapasztalod. Tehát neked az egyetlen tapasztalati forma, amit ismersz, az a fizikai tapasztalati forma. Tehát
nem elképzelhetetlen, hogy a szellemi síkon is fizikai jelleggel tapasztalod meg az ott átélteket. És ugye te ott egy átmeneti állapotban vagy még, te várod azt, hogy érted jön a komp, ami majd elvisz a túlvilágra. Olvastam egy olyat, ami szerint a szellemi sík az onnantól kezdődik, hogy a komp nem érkezik meg. Tehát, hogy addig a való világban vagyunk, és ott kezdődik a probléma, amikor nem érkezik meg a komp, a mondjuk ugye a megváltása a srác. Na nem, nem is. Na jó, és akkor... onnantól kezdve nekem az nem áll össze már. Csak olvastam. Onnantól kezdve a Willem Dafoe-val mi lesz a valóságban? Tehát, hogy akkor így nem értem. Ezt csak olvastam egyébként, mert én inkább azzal értek egyet, ha már kell dönteni, hogy szerintem az egész az szellemi síkon játszódik, ez az egész történet. Tehát, igen, én is csak így tudom elfogadni. Hogy ugye Pattinson elkövette a gyilkosságot, és akkor egy ilyen, ki tudja, ott az északi erdőbe elborultan kóborol a mai, és a elkövetkező hetekben is, ki tudja, miféle hallucinációk gyötrik, és ő azt hiszi, hogy már rég maga mögött hagyta ezt az egészet, és hát ezzel a hallucinációval próbálja feldolgozni a tetteinek a súlyát. Hát ez előfordulhat, mert a Willem Dafoe-nak van is egy ilyen mondata, hogy most mondd meg, hogy hány napja vagyunk itt? Két hete? Két napja? Ja. Az egész a fejedbe játszódik le, vagy itt? És így ülök, és így nézek, hogy mi a faszról beszélsz, ember? Hogy így, tehát az a baj, hogy nekem személy szerint én tényleg elfogadom, hogyha én egyszerű vagyok, mint egy fajék, de basszus, nekem kell valami kapaszkodó ahhoz, hogy értsem, mit szeretne szimbolikával elmagyarázni a rendező. Tehát hogy a szimbolikához is kell valami mankó, tehát nem várhatjuk el mindenkitől, hogy meg nem várhatjuk el szerintem úgy a nézőtől unblock, hogy egy olyan magas szimbolikával indítok, amit igazából ért rajtam kívül még két ember, aki, mert én csináltam, meg még kettőnek elmondom, hogy ez van. Tehát így... Jó, annyira nem magas a szimbolika, figyelj, hát Prométheus szerintem vonás. Nagyon erős. Igen, azért nehéz kiolvasni belőle, tény, hogy nehéz kiolvasni belőle, meg nem sok kapaszkodót ad. Tehát tényleg van egy erős kamu jellege, mint az ásznak. De itt, ha egy szellemi síkon próbálod értelmezni, akkor van egy, az ásszal ellentétben, mert ott aztán tényleg egyetlen magyarázat sincs. Nem sem tudott egyet sem mondani. Szerintem az ászhoz mi nem vagyunk elég amerikaiak, tehát hogy... De azt ki még a rendező sem érti. Tehát a rendezőnek a hivatalos magyarázata, amit adott, annak is van egy rakás dolog a filmben, ami ellen. Tehát az egy kamu. De itt tényleg van egy értelmezés. Az tényleg probléma, és az nem válik előnyére a filmnek, hogy ilyen mértékben nem ad kapaszkodót az értelmezéshez. De pont ezek, amiket említettél, voltak azok a kis kapaszkodók, amik elvezettek ahhoz, hogy ilyen szellemi síkon próbáljam megértelmezni. Az ilyenek, az a jelenet is például, amikor mondja a Dafoe karaktere, hogy most akkor be kell osztani az adagokat. És azt hiszi Tom, hogy egy napja vannak ott. És akkor mondja neki a Dafoe karaktere, hogy már hetek óta ott vannak. Nem lehetetlen. Oké, és akkor ahogy kezdődik a film, hogy ők megérkeznek, és a két másik ember, akikkel még csak annyit se befognak egymásnak, hogy jó reggelt, csak így elmennek, ők kijönnek a világító toronyból, ezek ketten meg bemennek a világító toronyba. Az ki volt az a másik két ember akkor? Az két másik ember, aki ugyanezért volt itt, hogy eldőljön a sorsuk, és nekik eldőlt a sorsuk, tehát, és felszállhattak. Tehát a Robert Pattinson fejébe vetésforgóba mennek az emberek a világító toronyba. Tehát akkor ez a végső konklúzió? De én nem feltétlen azt gondolom, hogy a fejében játszódik. Én azt gondolom, hogy ez valahol a lelkével zajlik az egész. Tehát vele megtörtént, ami megtörtént, és akkor ez a megváltás története. Itt dől el transzcendens szinten, hogy mi lesz vele. Ez nem ő flesseli be. Egyébként vannak rá utaló jelek, hogy ugyanakkor flasheli is, de ez is csak azt a célt szolgálja, hogy minél tovább tudják boncolgatni a filmet. Igen, tehát megvan ez az alkotói szándék ebben az egészben. Én ezt valahogy úgy értelmezem, hogy megtörtént a
teljes realitásba az, amit ő elmesélt. Még akár az is megtörténtett a realitásba, hogy ide jött a világító toronyhoz. De én szerintem már elejétől kezdve, tehát ez az egész világító toronyos utazás, ez úgy történt, hogy ő valahol egy adott pontján az életének meghalt, vagy lehet, hogy már ott meghalt a balesetnél, mert van arra is utalás, ugye mondja Döfő, hogy elképzelhető, hogy ez az egész a fejében zajlik, és ő haldoklik valahol a hómezőn. És szerintem a valóságban az történt, hogy igen, ott megpróbált ő lelépni, valahol a hómezőn elájult, jelenleg haldoklik, és a haldoklás közben már a transzcendens szinten, tehát nem az ő fejében, hanem effektíve a transzcendens térben lezajlik az, mert már egyértelmű, hogy meg fog halni, hogy halála után melyik irány megy. És a végén az dobja ki a gép, hogy akkor az örök kárhozat lesz az ő útja. Uh-huh. Hát rendben van, de nem tudom, tehát hogy ezt el lehetett volna szerintem mesélni kevésbé olyan módon is, hogy az embernek a feje ne durranjon szét. Tehát egy kicsit vissza kellett volna venni, én azt mondom, hogy itt az a mondás, hogy a kevesebb néha több. Ezzel nem is vitatkoznék. Ezzel egyetértek. Ez annyira túl van tolva, hogy tehát nem tudom. Nekem már sokszor önmaga paródiája volt, ahogy tényleg így egyik pillanatra a másikra teljesen másképp viselkedtek, és értem, hogy mi van, mert lehet, hogy tényleg ilyen izolált környezetben így viselkedik az ember, de akkor ennek ebből a megváltás történet szempontjából mi értelme volt? Tehát hogy releváns ez az egész a megváltás, a saját megváltásod története szempontjából, hogy te egy ezek szerint nem létező másik emberrel hogyan őrítitek meg egymást? Tehát ez teljesen nonsens, és akkor ennek így megint csak időhúzás jelleggel van benne, hogyha ez volt a történet. Ebben befigyel egy kis David Lynch szerintem. Hogyha bepattintod az egyik kockát, kiugrik a másik. És ezt folytatod tovább és tovább. Igen, tehát alapvetően kicsit olyan ez a film, mint a Mother. Csak az nekem annyival jobb, hogy ott is a végén, és ott is sűrű boncolgatás után tudsz összerakni egy egységes értelmezést, de ott a film közben az legalábbis számomra szórakoztatóan művészi és szórakoztatóan elvont. Itt meg olyan kikúrt, lassú és nyomasztó az egész, hogy ez így majdnem 2 órában azért kicsit sok. És kicsit túl sok. Igen. Szerintem pont ez kellett pedig az egészhez, hogy minél jobban átadja ezt a abszolút kilátástalanságot. Ez a képi világ is jelentősen hozzáad. Ráadásul furcsa volt, én pont nem éreztem ezt a filmet lassúnak. Legalábbis azért, mert engem borzasztóan el tudott kapni. Engem is mindegyik jelenet lekötött igazság szerint. Néha néztem, hogy most mi történik, miért történik, de valahogy mindegyik jelenet így az elejétől a végéig le tudott kötni. Volt mindegyikben találtam valami olyat, ami miatt vártam, hogy jön a következő, és egyáltalán nem éreztem azt, hogy ez a film leülne, hogy malmas lenne számomra, vagy bontatott. Igen, illetve lehet, hogy ez még furcsán fog hangzani, de tekintve az is, hogy milyen a fényképezés. Maguk a díszletek, a jelmezek, hogy minden rendkívül autentikus volt, mindennek volt úgymond szaga. Bár ez itt teljesen hülyén hangzik, de... De a Twilight szaga. Ez a rossz vicc volt, ezt felejtsük el, ez a lépés. Én megadom. A Lighthouse szaga. Jó, a Lighthouse-nak bizony volt ez. Volt egy illata. Ez nem illat, ez penetráns bizú volt, ami ebből a filmből áradt. Idézőjelesen, hagyd magyarázzam már meg. Igen, de egész egyszerűen egy annyira homogén összhatást alkotott ez az egész, hogy én ezt kis túlzással, de képes lettem volna nézni akár még tovább is. Meg annyira örültem neki, hogy a film nem állt bele olyan öncélú mutatványokba. Teszem azt, a legegyszerűbb dolog, amivel például a legtöbb elbaszott művészfilm tud élni,
hogy két szereplő leül egymással szemben, az egyik kérdez valamit, egy percen keresztül nem szólal meg, és utána válaszol, hogy ja. És akkor csöndben immerednek egymás elé. De ez az egyik legrosszabb, és hál' Isten, hogy szó nincs ilyesmiről a Lighthouse-ban. Nincs, helyett minden másodpercben másképp viselkednek egymással, tehát én... Nagyon erős túlzás, hogy minden másodpercben másképp jó, oké, egymással. De, de egy az új jelentetelő... Jó, de baszki, ezek szakaszosakra vannak bontva. Levezényel egy állapotot, utána jön a következő, és aztán a következő. Nem éreztem az egészet ilyen random mód váltakozásnak. Hát nekem elég randomnak tűnt. Tehát, hogy tényleg főleg az ivászatos jelenetek, meg tényleg azután, amikor már nem jön értük a hajó, és utána, amit ott művelnek, mert előtte is nagyon furcsán viselkednek egymásra, főleg a Willem Dafoe akkor még egy kibírhatatlan fasz, aztán hál' Istennek, itt óriási idézőjelek közé hál' Istennek, lecsúszik mellé a Robert Pattinson is, és most már ketten kibírhatatlan faszok, és egyszerűen mondom, ez az, hogy tényleg mond valaki valamit, arra reagál a másik úgy, ahogy teljesen nem várnád, hogy reagáljon, majd erre reagál harmadik féleképpen az előző, és így teljesen indokolatlan párbeszédek kerekednek ki, indokolatlan reakciókkal. Fú. Randomnak random, de szerintem nagyon ügyesen van megcsinálva, hogy ne érződjön randomnak. Szerintem teljesen jól átjön, hogy ezek valójában az ott eltöltött, azt hiszem 4 hetet vannak ott összesen, vagyis kellett volna legyenek eredetileg. Az ott eltöltött idő alatt a fontosabb életképeket látjuk. Tehát életképeket látunk, a fontosabb momentumokból, amik sorsfordítóak voltak a végkifejletre. Hát sorsfordítóak az, hogy bemeszezi a vizes aknát. Ilyeneket látunk. Talicskázza a szenet. Jó, de az még csak az elején van. Hát de az tényleg. Az elején van. Igen, de mondjuk ezeket látjuk a film további részében is, de mi van akkor egyébként, hogy tekintve, hogy Willem Dafoe egyértelműen egy magasabb szellemi szinten áll amúgy sok szempontból a Robert Pattinsonnál, és az, hogy ezekkel az ivászatokkal, ezzel a viselkedéssel vagy játszik vele, vagy pedig próbálja valahogy terelgetni, ami végül persze nem jön össze. Tehát most kicsit olyan, mint Yoda mester, nem? Hogy játssza az eszét. Tudom, ez nagyon erős, a világban van Yoda. A kiégett Yoda mester. Az el tudom képzelni, hogy izé, Yoda mester a 66-os parancs utáni következő 10 évben. Egy Luke elmegy a Dagoba rendszerbe, és aztán izé megássa Yodának a gödröt belelök, hogy ott van a gödröt belelök, és tényleg várjátok Lighthouse, de Star Wars. Mondjuk az de nagyon erős jelenet volt. Igen, csak értitek, itt arra akarok ugye kiukadni, hogy például a birodalomban Yoda az még először játssza az idiótát Luke-nak. És kicsit ez érződik számomra így a Dafoe kapcsán. Ahogyan eleve viselkedik, ahogyan kezeli a Pattinsont. És figyelj, mennyire tör meg. Azzal egyetértek, nekem is úgy érződött, hogy az egész viselkedése Dafoe-nak egy próbatételt akar jelképezni. Tehát ő folyamatosan ide-oda próbálja ráncigálni. Jó, azért mondom, hogy itt sok minden én elfogadok, de az a baj, hogy ha van film, ami nem való mindenkinek, és többek között nekem se, az hát ez. Hát ez nem való mindenkinek való. Nem, ez nem. Tehát én annyira vártam ezt a filmet, hogy az olyan hihetetlen, hogy végre meg tudjam nézni, hogy végre egy... Én teljesen abba a hitbe voltam, hogy ez egy nagyon borongós Lovecrafti horror lesz, és ez... Hát én is azt vártam volna egyébként. Ez rohadtul nem az. Hangulatában azért ott van Lovecraft. Hangulatában nagyon megidéződik ez a fekete-fehér, nagyon jól áll neki, hogy tényleg fekete-fehérbe lett felvéve. Az, hogy megidézze a mitológiai lényeket.
Igen, meg mondom, a bevilágítások, ahogy az arcokra be tudnak világítani, és tényleg, amikor mondja a nagy monológiát a Willem Dafoe, olyan démoni arca van annak a faszinak, hogy szabályosan ijesztő. És marha jól áll neki. Szenzációs. Marha jól áll neki, tényleg. De egyszerűen az, hogy ez nem egy horrorfilm. Ez nem egy horrorfilm, és én arra számítottam, hogy ez egy horrorfilm lesz, mert egyébként úgy van becímkézve mindenhol, hogy ez egy horrorfilm, de ez nem egy horrorfilm, és nem is az a probléma, hogy ez nem egy horrorfilm, hanem ez valami, ami egy horror köntösbe bújtatja magát, de közben úgy adja elő magát, hogy itt aztán most jó megmondok valamit, amit igazából most így ülünk négyen, és négyen majdnem négyféleképpen tudunk értelmezni. Amit így... És ez a jó benne? Hát, én nem tudom. Tehát, hogy azért így nem... Ezzel nekem önmagában nincsen probléma, csak nem kéne valami egyetemes konklúziónak lenni, amit úgy így ki tudod futtatni az egészet. Mert az, hogy én úgy értelmezem, hogy ennek egy büdös perc értelme nem volt, te meg úgy értelmezed, mondjuk, hogy ez most a Pattinsonnak egy ilyen transzcendentális utazása saját elméjén belül, az úgy elég meredek, nem? Persze, de a film maga meredek. Tehát egyáltalán nem várja el, hogy mindenki szeresse. Jó, akkor... Igen, viszont, ahogy említettem, én speciál meg nem is érzem azt a Lighthouse-szal kapcsolatban, hogy ez annyira fölényeskedne, mint más egyéb ilyen elbaszott művészfilmek. Én nagyon. Tehát, hogy én hogy mondjak egy példát, a hasonlóan szerintem eléggé elvont Midsommar. Azért az valahol meg tudott maradni egy olyan határon belül, amitől még olyan lesz, hogy tudod értelmezni azt, amit látsz. Mert kapsz benne kapaszkodókat. És ez mint film is működik. Tehát, hogy van egy valamilyen történet, amit így elmesél. Van kifutása az egésznek. Tehát ennek, tehát konkrétan mondom, én úgy éreztem magam, hogy így ültem a végén, néztem, ahogy lefut a stáblista, kikapcsolta, és kimentem levegőzni, hogy ez most mi a büdös úristen volt, amit láttam. Hát igen, egyébként jó is felhoztad magát a Midsommart is, mert jó, a Midsommar az, ha belegondolunk, a Midsommar az azért két lábbal a földön jár, még a Lighthouse egyáltalán nem. Bár a magam részéről, hogyha most nagyon rá akarjuk erőltetni mind a Midsommarra, mind pedig a Lighthouse-ra azt, hogy horror, már pedig én ezt most megteszem, ilyen téren nálam a Lighthouse az sokkal többet tudott adni, mert abban sokkal jobban el tudtam veszni. Mint például a Midsommarban. Egyébként tényleg nem áll messze a horrortól, mert azt, amit számomra egy horrorfilm, most kinek mit jelent, csak a nagyon mondanak, hogy horrorfilm ijesztem meg, szerintem a horrorfilm akkor jó, hogy tud a komfortzónádból nagyon erőteljesen mozdítani, és hát ha valami, akkor ezt ki tud mozdítani a komfortzónádból. Hát de érted, egy műfaj azért sokféle lehet, és a horror is például nagyon sok. És tartalmaz horror elemeket. Hát maga a kilátástalanság, amit átad, az már önmagában horror szerintem. Ez igen, csak én azt mondom, hogy ez szerintem inkább volt dráma, mint horror. És ez baj? Nem, abszolút nem. Csak, de most nem is ezen vagyok kiakadva, mert ez csak egy ilyen, nem tudom, észrevétel, hogy én nem éreztem annyira horrornak. De alapvetően tényleg nem tartom egy jó filmnek. Nem tartom egy jó filmnek ezt, amit itt Eggers összehozott, mert mondom, amíg tényleg vessük össze az előző filmjével, ami szintén horror kategóriában indul a Witch, annak tényleg volt egy kifutása valahova. Tehát az a történet, az el akart mesélni valamit, és ugyanilyen elemekkel mesélte el tulajdonképpen. És
ugyanilyen izolált környezetben mesélt el azt a történetét, amit szeretett volna. Igen, tehát ha a kettő valahol félúton találkozna, akkor jön neki belőle egy nagyon-nagyon jó film szerintem. Tehát nekem a Witcher az volt a bajom, hogy túlságosan kis stílű. Itt meg elég nagy szabású volt, csak konzisztensen értelmezhetetlen. Csak, hogy tök jó értelmezhető volt, csak kis stílű. Hát meg a boszorkány kapcsán, várja, amellett, hogy kis stílű volt a boszorkányban valami, végül is azzal egyet is értek, csak ott meg nagyon-nagyon rosszul jött ki, hogy ott végül megjelent az ördög. Annyira nem illett oda a filmbe. Az kár volt, igen. Az nekem se tetszett, az dobott rajta egy pontot mínuszba. Nálam is. Az alapvetően azzal én sem értettem egyet, de azért az, amíg odáig mondjuk eljutunk, és tényleg azt szerintem a legrosszabb a vége a Witchnek végül is, ahol kijutunk, de amíg eljutunk odáig, azt szerintem egy marha jó, ott érzem azt, hogy ezek az emberek, ezek konkrétan beleőrülnek a saját dolgaikba, saját bűneikbe, az izoláltságba, az, ami körbeveszi őket, az, ahogy viselkednek. Ott éreztem egy lecsúszást. Míg itt, a Lighthouse-nál kompletten idióta embereket nézek, azt, hogy még mélyebbre süllyednek, és még jobban veszítik el az emberségük írmagját is. Ó, és az ezt... a család a boszorkányban sem volt feltétlen egyben. Oké, persze. Azok is csak, már egy időzített bombák voltak. Igen, csak ott valahol éreztem még a normalitás szikráit. Még itt tenni a két embernél nem. De túl szélsőségesek voltak a megnyilvánulásaik. Mármint melyik esetben? Hát a Duffoyéknak. Ja igen. Tehát, hogy itt eleve már az első pillanatban úgy ismerkedünk meg velük, hogy Jézus Mária, tehát még talán a Pattinsonra lehet azt mondani, hogy egy kicsit tartja magát még az elején, de aztán ez is nagyon hamar eltűnik. És ezzel így nem nagyon tudtam én mit kezdeni. Tehát én nem hittem volna, hogy erre fog kifutni, mert mondom, én végig abba hittem, hogy egy ilyen klasszikus, borzongató Lovecrafti horror lesz, amit igazából még sose kaptunk meg Vásznon. Sajnos. Nem is fogunk, azt nem lehet. Hát azért ez a film bemizonyította, hogy azért a vizualitás terén, ha nem is kell nagyon nagy összegeket ráadozni, hogy a hangulata meglegyen, mert viszont a hangulatában nagyon jó visszahoz. Igen. Én is egyébként nem reménykedtem, ennek gondoltam, hogy lesz, úgy reméltem, hogy lesz valami közel hozzá, az a kozmikus horrorhoz, hogy nagyon a világított arany tetején lakik el valami, ami igazából még lehet bizonyos értelmezések szerint akár, de nem tudom, hogy jól sült volna el. Lehet, hogy ez jobban állt neki végül is. Nem tudom. Nekem mindenképpen jobban működött volna, hogyha egy kicsit azért földhöz ragadtabb. Valami ezzel én is csalódtam, de alapjáraton tetszett a végeredmény. Én megmondom nektek őszintén, csak hogy tudjátok, hogy hol kezelem ezt a filmet. Én adtam rá 10-ből 5-öt, mert pont ugyanannyi dolog tetszett benne, mint amennyi nem. És ennél közepesebb film számomra nincsen, vagy hát úgy közepesebb, hogy pont kimeríti azt, hogy pont annyi dolog tetszett benne, mint amennyi nem, mert ahogy meg van csinálva, az csillagos 5-ös. De amit mondani akar, vagy ahogy teszi ezt, az kritikán alul nekem. Tehát ahogyan tálalja a tálalások problémát leginkább. Hát, ahogyan tálalja, az, mondom, vizualitás terén, a színészi játék terén, az... Maga a mondani való, inkább arra. Maga a mondani való, az viszont, ez... Engem mondom, ennyire film nem is tudom, hogy mikor akasztott ki utoljára. És ez is egy eredmény végül is, hogy... Igen, azt akartam mondani, hogy elérte a célját. Persze, egyébként Attila problémáit abszolút értem. De ugye, is. Ki is van, persze, tehát, de ugyanakkor az is, hogy
tipikusan az a film, ami nem való mindenkinek. Na, bárki bármit hozzáfűzne még esetleg a világirodalomhoz? Én annyit, hogy megértem a alatti problémáit egyébként, de nem gondolom azt, hogy ilyen nagyon-nagyon bármit bele lehetne ebbe a filmet magyarázni, tehát szerintem azért mi hárman egy értelmezést, majdnem ugyanúgy értelmeztük szerintem mi hárman ezt a filmet szinte, nem? Tehát egy garasnak tűnt meg én. Igen. És, de megértem azt is, hogy valaki úgy érzi, hogy ez a kb. Azt látsz bele, amit akarsz, és tudom, hogy vannak ilyen filmek, de én ennél ilyen erősen nem éreztem azt, hogy ez ilyen lenne. Én nekem átadott néhány dolgot, rohadt sokáig kellett rajta agyalnom egyébként, amit kifejezetten örültem, mert így beültem a szobámba, tényleg néztem a plafont, és azon gondolkodtam, próbáltam összerakni a mozaikot, hogy ha ez így volt, akkor most ez mi lehetett benne, miért lehetett úgy. Szóval szerintem ez egy tök okos film, nem éreztem nagyon összecsapottnak, nem éreztem vontatottnak, nem éreztem azt rajta, hogy csak jellegből kapott dolgokat dobál be egymás után. Szerintem helyben volt. Szerintem jó volt az a film. Én is azon az állásponton vagyok, és azért mégiscsak rettenetesen sokat hozzátesz az egészhez. Robert Pattinson, Willem Dafoe és a hangulat. Hát ott le a kalappa, az zseniális. Illetve még hozzátenném a zenét is, a Mark Corvennek a zenét. Isteni zenéje van. Iszonyú jó, és a Mark Corvennek a munkássága is egyébként nagyon kiemelkedő. Tehát most hirtelen egy film jut eszembe, ami az elképesztő zenét komponált, a Kocka. Tehát ez a csávó szerintem kattant lehet, de hála az égnek, hogy ilyen. Egyáltalán nem tipikus zenéket alkot a filmekhez. És ez itt is nagyon-nagyon jól kijött. És valahogy ezeknek az összhatása nálam egy akkora gyomrost vitt be. Tehát teljesen leizzadtam a film végére, hogy így számomra ez lett az év horrorja még ehhez. Ahogy Attila is mondta, ez nem egészen horrorfilm. Hát szerintem horror is, meg sokféle más is. Igen, így voltak éppen, így megint így felhoznám például a Midsommart, illetve az említett azt is, hogy nálam valahogy ez az a három film volt, így beleerőltetve a horror zsánerbe, amik így az évet nagyon-nagyon vitték horror fronton. Tehát a Lighthouse, a Midsommar, meg az Us. Hát az Us-t nem láttam sajnos. Ez még vissza van. Hát nekem idén abszolút a Midsommar a horror győztes. Nekem is. A Megító toronnyal alapvetően úgy vagyok, hogy nagyon sok problémám van vele, de végeredményben tetszett, bár bizonyos frontokon azért érzek csalódottságot, de ettől függetlenül nagyon örülök, hogy ez a film elkészült, és hogy ilyen jellegű filmek készülnek. Picit vissza kell még fogni a lovakat, akkor teljesen jó is lesz. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz majd Robert Edgerssel, Ari Asterrel, meg Jordan Peele-lel. Tehát ez a hármasra. Mert ahogy mondtam, hárman ők nálam megmentették a tavalyi horrorfilmeket. Hát a Jordan Peele azért nekem egy hatalmasat zuhant a szemembe azzal az ordas nagy kamuval. Rohadt hangulatos volt ez tény, de akkor is. De szigorúan a világító toronyra vetítve, mert Ari Asterről annyit tudok elmondani, hogy idén is sikerült lenyűgözni, hanem is annyira, mint az örökségnél. De a világító toronnyal is úgy vagyok, hogy szerintem egy tök pozitív dolog, hogy van, és hogy ilyen, és tényleg egy nagyon jó filmélmény, ami valóban emésztést igényel, de az szerintem tagadhatatlan, hogy egy nagyon-nagyon intelligens film, és kellenek az ilyenek. Na, tök jó, hogy ez 2019-ben elkészülhetett egy ilyen film egyébként. Igen. Egyébként igen. Tehát, hogy ennek tényleg én nem bánom, hogy elkészült, meg nem bánom effektíve, hogy láttam, de hogy soha többet nem akarom megnézni még egyszer, az is biztos. Hát én pont a Midsommarral vagyok így, hogy zseniális film volt, de nem akarom látni még egyszer. Tehát annak a bizonyos rendezői változata, hát azt majd nézzétek meg, és majd meséljétek el, hogy mi van benne. Jó, én azért vagyok rá kíváncsi, mert egy csomó kérdésre nem kapunk választ, ami felmerülhet a filmnézések között.
mert szerintem az úgy kivágódott belőle. Én annyira meg akarom nézni a rendezői változatot, olyan rohadt kíváncsi vagyok, de mindig valahányszor belekezdtem volna, így bevillant a képek, és így nem. Tehát annyira szörnyű élmény volt nézni azt a filmet, hogy nekem még kell egy kis nyugi, hogy a rendezői változatot meg tudjam nézni. Hát igen, mit szó már 3 órában? Na igen. Na de, hogyha senkinek nincs hozzáfűzni valója, akkor szerintem térjünk át a következő gyöngyszemre. Gyöngyszemre. Én, srácok, akkor elköszönök, mert én sajnos rosszul végeztem a házi feladatot. Én nem láttam a többi filmet, amiről beszélni fogtok. Igen, Zebra sajnos csak a világító tornyot látta. De hát messze még az évvégi meeting, ugye, de hát ugye nem. Na jó, figyelj, én 2 nap múlva már a Witcher-t veszem. Jó, úgyhogy... De én is jövök. Na igen. Hát én mondjuk pont nem. Na jó, van, srácok, akkor tovább jó beszélgetést. Köszi. Na, sziasztok. Szép estét, szevasz. Viszont, ciao, ciao. Szia. Na, tehát, Fekete Karácsony. Ezt csak te láttad. Szóval egyedül. Aha. Jól van. Hát erről a filmről egyébként lehetne mit mesélni, nagyon nem akarom elhúzni, de sajnos muszáj róla beszélni. Nagy betűkkel sajnos. Ugye, ahogy említettem, hogy a tavalyi szörnyen sikerült horrorfilmes felhozatalt nálam a Peele, az Aster és az Edgers mentette meg a leginkább. Viszont ugye annál több szar horrorfilm volt. Gondolok itt például a Gyermekre. Gondolok itt például a Hannah Grace holttestére, ami még a tavaly előtti Slenderment is alulmúlta minden tekintetben. Valamilyen szinte nekem az volt az érzésem, hogy a tavalyi horrorfilmekkel, mintha a Slenderment alul kellett volna múlni minden áron. Ráadásul tekintve, hogy valahogy a Blumhouse-nak, aminek a munkásságát egyébként kedvelem, noha az ász az azért eléggé megosztó lett, de én azt nagyon-nagyon-nagyon szerettem. De azokon felül a többi filmje, mint például a Mama, vagy Mami. Mami volt a címe, amiben a Octavia Spencer van? Szerintem Mama. Nem Mama. Szerintem amúgy attól függ, hogy milyen fordítással nézed a címet. Nem, mert a Mama az más volt, nem? De várj, melyikről beszélsz te? Az Octavia Spencer-es filmről. Jaj, az Mami volt. Az Mami volt, mert a Mama volt az rendezőjének. Igen, én másra gondoltam, én arra gondoltam, amelyik ott az erdőben kézen fogja a kis csajt. Ja, igen. Na, tehát, hogy a Mami az például szerintem egy nagyon-nagyon gyenge film lett itt tőlük, és azt inkább az Octavia Spencer vitte el. És azt azért tartotta fontosabb megemlíteni, mert nevezett filmünk a Fekete Karácsonynak a második remake-je, ami ugye Bob Clark eredeti filmje alapján készült volna, legalábbis ezzel reklámozzák, ami egyike az első Slashereknek, amíg megelőzték John Carpenter Halloween-jét. Abban már készült egy rendkívül hitvány remake. És végül a Blumhouse elkészített még egy remake-et. Első körben tudni kell erről a filmről, hogy ez csak a címében egy remake. Egyéb iránt nem tudom azt mondani rá, hogy ez egy remake, mert a világon semmi köze nincsen az alapfilmhez. Semmi az ég egy adt a világon, csak is a cím. Meg az, hogy látunk egy lány kollégiumot. Ezen felül viszont a legnagyobb problémám vele nem is az, hogy ez úgy volna egy slasher, hogy ez egy PG-13-es slasher, ami ráadásul nem slasher. Emellett a Fekete Karácsony, az nem horrorfilm. A Fekete Karácsony, ez nem is film. Ez egy feminácii propaganda. Az elejétől végéig. És ez nincs elrejtve a filmben. Ezt ne úgy képzeljétek el, hogy ott megbújik a sorok között, hanem minden egyes kibaszott percben beletolják erőszakosan az arcotokba. Ezt hogy kell értelmezni, egy feminácii propaganda?
bűzlik a MeToo-tól, végig ez a témája, tekintve, hogy ugye egy kollégiumban játszódik az egész, és hogy van a lányszövetség, meg van a fiúszövetség, és folyamatosan a nemek közötti ellentétekről van szó. Ezt tanítják, erről van szó végig. Az egyik főszereplő csaj az le akarja váltani a tanárt, mondván nőgyűlölő és szexista, és folyamatosan ezt kapjuk. Illetve maga a főszereplő leányzó, akit az egyik srác az molesztált, Me Too. Végig ez van előttünk. Végig ezt viszi végig a film, és megszórja egy ilyen értelmetlen természetfeletti maszlaggal ráadásul, aminek a mondani valója is az, hogy a férfi eredendően gonosz. Ez a filmnek a fő mondani való. Ugyanis itt a fiúszövetség mindegyike agymosott sorozatgyilkosból áll. Biztos azért, mert nem herélték őket ki, mint kókuszkecskét. Hú, hát valószínűleg. Mindenesetre ugye az, akit bálványok, aki megalapította azt az egyetemet, az eleve a férfi felső rendűségről magyarázott folyton. És ez az ideológia, hogy mennyire felsőbbrendű a férfi, és hogy ez ellen lázadnak a mi amazonjaink, a mi főhősnőink. És ez rettenetesen visszataszítóan gusztustalan, hogy egy ilyen mocskot megmertek csinálni. Ezt hangsúlyozom, hogy ez nem slasher, ez nem horror, és ez nem is film. Hanem Sofia Takal, aki pereseges színésznő elsősorban, ez kiélhette a femináci hajlamait. Mert mocskosú férfi gyűlölő film. Mind a mellett, hogy borzasztóan igénytelen. De hát már az eredeti, bármint a, hát eredeti, a legutóbbi remake is ez volt, hogy benn voltak nők, és azokat lekaszabolja valaki. Persze, persze azokra még rá, hát figyelj meg, alapjára ez igaz, csak hogy ugye az eredeti, illetve az első remake, az eleve egy, annak a hátterében ugye egy vérfertőző kapcsolat következménye áll, nevezett Billy, aki legyilkolásza ezeket a leányokat. Jó, mondjuk. Igen, és azt mondom, hogy ebben az újban ez a sztori nincs benne, nincs semmiféle Billy, hanem ki lett találva egy fiúkból álló szövetség, akik nőket áldoznak fel, hogy így hobbi szinten? Igen. Az tök jó. Igen, hogy ezzel bizonyítják a férfi felsőbbrendűséget, mert ugye az ő istenük az egyetemnek az alapítója. Aha. Igen, akiknek a célja, hogy alávessék a nőket, mert férfi uralom van. És ennek akarnak ellenállni. Tehát ezzel mondom, semmi köze nincs ennek amúgy a... Akkor miért nem alapítanak simán egy fiúkból ezt? Ezt mondjuk én sem értettem, hogyha ennyire hintoknézták, akkor miért koedukált kollégiumban? De nem. Hát erre léteznek törvényes megoldású. Persze, figyelj, megmondom miért. Azért, mert ez a film rakás szar. És egy felháborító maszlag, úgy, ahogy van. És csak ismételni tudom magam, ez a film mondani való, hogy a férfi eredetően gonosz. Mert eleve abból a szoborból, az alapítónak a szobrából kijön egy ilyen fekete trutyi, aminél volt-e Prometheus flash-em, és ez a fekete trutyi, az kihozza a férfiakban lévő őskant. Azaz, aha. Igen, azaz a felsőbbrendűséget, a férfiak igazi természetét. És így mutatják be, hogy a férfiak eredendően gonosz. És akkor, aki abból iszik utána a barátnőjét, a hajánál fogva ráncigálva viszi be a hálószobába? Például. Aha. Jó, például is az a baj, hogy minden egyes jelenetet, hogyha az ember leül, elkezdi ezt a filmet, hát ezt a mocskot nézni, minden egyes jelenetben ki lehet szúrni, hogy mikre utal a drága rendező azt. Mindegyikben kiéli ezt az elbaszott hajlamát, miszerint a férfi gonosz, a nő a jó. És ilyen erőszakosan. Mert oké, hogy például a Bob Clark eredeti filmje
az eredeti Fekete Karácsony is egy feminista film volt, csak ugye abban a korban a feminizmus bőven mást jelentett. Nem férfi gyűlöletet. Na, az egészségesen egy tök jó feminista slasher volt, a slasher egyik nagy, mai napig is működő, hangulatos, oké, elég butácska, de hangulatos előfutára. Míg ez szintisztán egy agresszív, véres szájú, egyirányú propaganda. Ráadásul itt még képesek azt is meglépni, hogy van egy férfi karakterünk, ennek a főszereplő négyesnek a egyikének a pasia, aki közli velük, hogy ez az egész úgy szar, hogy van, amit csinálnak. Hogy férfi gyűlölet, mi egymás. Értelmes érveket sorol fel, erre üvöltözve leköpik a srácot, és végül kidobják őt a házból. Tehát tulajdonképpen ez az üzenete, hogy aki értelmes ember, az férfi létére az elfogadhatatlan? Igen. Az teljesen jó. Tehát egy férfi nem hozhat fel értelmes érveket semmilyen körülmények között. Nem. Az ilyen gondolkodású emberek értelmezésében egy férfibe sem szállhat a diskurzusban, mert nem róla van szó. Uh-huh. És nem az Igen. ő jogairól. Igen. Értem. Igen. Ugye több hasonló filmről, mert már különböző gondolatokat meg tudtunk már fogalmazni. Volt már ugye többek között a női szellemírtók, többek között. Viszont ez a Fekete Karácsony, ez a borzalom, ez az alfája és az omegája ennek a gusztustalan mentalitásnak. Mert ez tényleg kizárólagosan csak egy propaganda. Minden más itt csak alibi. Ez az egész film egy alibi. És ez a legszomorúbb az egészben. Főleg az, hogy a Blumhouse erre képes volt pénzt kiadni és a nevét hozzáadni. Tekintve, hogy Jason Blumot illették olyan váddal, hogy nincs olyan filmje a stúdiójának, aminek nincsen női rendezője. És végül hagyta ezt az undorító borzalmat megcsinálni. Elég feltűnő egyébként, hogy miután ez a mozikba került, és mindenki szarrászette, végül nagyon gyanúsan elhallgatott a Blumhouse erről a mocsokról. És csodálom. A stúdió történetének egyértelműen legrosszabb filmje ez. Na oké, hogy még hogy a Blumhouse sem volt eddig a minőségi filmek fellegvára, elvégre a Blumhouse az úgy emelkedett felül, hogy ő megcsinálta a sok rakásszal Paranormal Activityt, és úgy lett egy nagyobb stúdió végül. De még a legrosszabb Paranormal Activity film is valóságos mestermunkához képest, mert ez minden ízében, ez mérgező. Ez a film mérgező. Uszító. És ha van film, amit betiltanék, az ez? Ez még rosszabb, mint a simán szar lenne. Ez sokkal rosszabb. Nem, ez minden ízében, ez egy méreg. Tüzelőanyagnak tökéletes lenne. Tehát amikor azt hittem, hogy a Hannah Grace volt esténé tavaly rossz, nem volt, erre jött ez. Az a durva, hogy annyi ilyen jellegű fost láttam már, hogy abszolút előttem van, hogy milyen jellegű a film. De elhiszed nekem, ha azt mondom, hogy ez még rosszabb azoknál is, amiket láttál, mert ez elejétől végig mindenestől az. Mindenestől ez az agresszív, uszító propaganda. Minden alibi. A cím is alibi. Ezért mondom, hogy ez nem is remake. A műfaj alibi, a történet is végül is egy alibi. Csak Takáki élte magát. Ez tök jó hangzik. Ezért mondom, ez visszataszító és undorító. Abszolút a legalja. Tavaly évnek nem úgy horrorfilmben, hanem minden estől ez volt végül a legrosszabb. Pedig én ugyan blokk még mutogattam például ugye a híres neves Oroszlán királyra tavalyról, de ezt a mocskot meg kellett csinálni. Meg kellett csinálniuk, hogy végül elmondhassuk, hogy nem. Mindig van lejjebb. Az Oroszlán királynál legalább az alapok rendben vannak. Hát végül is igen. Végül is igen. Tehát ami a rajzfilmben pozitív volt, az legalább itt is így. Hát igen. De itt nem lehet ráfogni már semmit.
ez minden este a tavalyi év legnagyobb szégyenfoltja volt. Úgyhogy túl sok mindent már nem tudok ehhez hozzátenni. Igen, áll a pokolban ez a vacak. Felháborító. Senkinek nem ajánlom. És arra sem jó egyébként, hogy katasztrófa turizmusként valaki megtekintse. Mert negyed órán belül minimum szét akarja rugni a tévét. Hát van még ilyen filmből egy pár a mai listánkon. Hát van, de állítom, hogy ez a legrosszabb. Torony magasan ez a legrosszabb. Amihez képest a következő filmünk, az Átok háza, egy mestermű. Ez persze nem azt jelenti, hogy az egy jó film, úgyhogy részemre lenni a Fekete Karácsonyról, és most először vedd át a szót tőlem, Garas, hogy mi ez az Átok háza. Azon ki, hogy átkozott úszó. Hát Átok háza. Ugyebár ez az egész nem meglepő módon Japánból indul, a Jón széria, hát szerintem lehet szériának nevezni. Hát az is. Hát még spin-offja is van a kis szellemnek. Igen, illetve crossover a ringu. Igen, igen, meg van három rész abból, aztán lett ugye annak egy szerintem teljesen jó remake-je, ami nekem nagyon zaklató hónapokat okozott annó gyerekkoromban, amikor belenéztünk. Uh-huh. És aminek érdekessége amúgy, hogy ugyanaz a Takashi Shimizu rendezte a remake is, mint az eredeti első. Igen, és szerintem a remake teljesen jó film lett. Hm? Aztán jött a második rész, aztán a... Ja, mármint a Grudge-nak a remake-je? Aha, igen, az első. Nekem nem tetszett más se. Szerintem az teljesen rendben volt. Aztán a második, és aztán főleg a harmadik rész, azt már sírva, visítva röhögtem végig. Uh-huh. És hát úgy gondolták, hogy ez a borzasztóan erős brand. Egyébként hozzáteszem, szerintem a japán verzióban is a második, harmadik rész harmad gyenge. Uh-huh. Úgy gondolták, hogy ennek a nagyon erős brandnek kell még egy remake is, és összegányolták ezt a fost. Igazából annyi a különbség, hogy sokkal kuszább lett a történetvezetés, mert most egy nyomozó szemszögéből, illetve két nyomozó szemszögéből látjuk tulajdonképpen az eseményeket. Ezen kívül dettó ugyanaz minden, mint az eddigiekben, semmi nem változik. A látvány az sikerült CGI-jal kellemesen szarl összetételben megoldani. Uh-huh. Abszolút nem ijesztő. Nevetséges és kínos felváltva. Tele van jumpscare-ekkel nyilvánvalóan, de a undorító jumpscare-ekkel. És nem a legkiszámíthatóbb, legunalmasabb zéró lakosszal az egész. Van benne tükrös jumpscare? Nem olyan. Tudod, az a fürdőszoba tükrös? Nekem sem rémlik tükrös. Jaj, Istenem, pedig az egy klasszikus. Hát, vagy a macska. Macska ugrik a képbe. Nincs macska. Basszus. Nem hiába a macska, itt még az sincs. Nem, mert az szokott lenni, amikor nagy csönd van, és akkor egyszer csak beúrik a macska a képbe, ez szokott lenni még így a 12-15 jumpscare. Nincs, de a szaros vízzel teli kádhoz ott... Az van, hál' Istennek. Az van. Zseniálisan semmilyen ez a film. Tényleg ez úgy rossz, hogy unalmas. Ezt rossz néz, nem hosszú, de piszok unalmas. Hát nem hosszú, figyelj, valami 88 perces. Nekem valamiért mégis ilyen három órásnak tűnt. Igen, nekem is abszolút. Hát borzasztó unalmas az egész. Igen, pedig szerencsétlen annyira igyekszik. Szerencsétlen annyira igyekszik pedig. Több szálon mozog, effektíve egy ilyen bűnügyi krimiként próbál érvényesülni, ami ezzel mondjuk nem talál fel a világon semmit elvégre. Az eredetileg is jellemezte a Jont, illetve a The Grudge-ot. Hát igen, csak ott az teljesen jól működött, tehát ott tényleg volt egy ténylegesen kibontásra váró és megfejtésre váró, jól működő és misztikummal átszőtt rejtély. Na itt nincs, itt ez totálisan le van butítva, de cserébe a több szálon futó, több időségben futó kusza a történetvezetéssel egyszerre lett bonyolultabb és seghülye. Igen, miközben szeret önmagával szemben is intézetes lenni. Gondolok itt például a vénasszonyra, aki ugye levágja az ujjait. És na jó.
Igen, igen. Na már most az öregasszony hány hónapig? Azt hiszem 6 hónapon keresztül volt egyedül a lakásban. Aha. 6 hónapon keresztül mászkált úgy, hogy le volt vágva a ujjai. És kétszer sütik el ráadásul azt jumpscare-ként. Igen. Az annyira bejött a készítőknek, hogy kétszer is megoldották. Igen, először a jelenben, azután a múltban. És ezért nem értem, hogy is fél évek az öreg asszonynak nagyon bejött ez a poén. Mindenki leesítette, aki a házba megfordult. Hát nagyon, ráadásul az is elgondolkodtató, hogy ugye a férje, aki egy jó nagy debella állat volt, kinyírta, 6 hónappal később, hogy a francba sikerült őt 2 szobával odébb vinnie és felültetnie a tévé elé? Hát, jó kondiba volt. Sok gyümölcslé, C-vitamin télen főleg. De úgy, hogy akkor már le voltak vágva az új... Hát de ahogy élt, addig. Lehet, várjál, lehet, hogy a szellem segített bele. De egyébként várjál. Karasék, kérdezném tőled. Induljunk ki a filmnek az elejéből. Ugye Japánban indul el a cselekmény. Ugye ezzel a kedves anyukával, ahogyan elindul hazafele. És ugye a telefonon közül, hogy valami nem stimmel ezzel a házzal. Aha. Ez a film, ez most egy remake, egy reboot, vagy folytatás? Ezt én sem értettem amúgy, hogy itt akkor megtörténtek azok az események. És ez hát utána így, játszódik. Hát igen, vagy... éppen azt tekintve, hogy baszki, hogy Japánból indul el, és őt ezek szerint ez az átok megfertőzte, úgyhogy maga lett az átok. Igen, ezt így hozta magával. Tehát az átok is váltott útlevelet, és így jött vele. Segített cipelni a bőröndöket, tök jó fejú. Hát igen. Ez egyáltalán nem értés. Egyszerűen nincs itt semmiféle kialakított szabályrendszer, hogy tudjuk, hogy egyébként az az átok miféle. Csak annyi, hogy Japánból jött ez a nő, magával hozta az átkot, legyilkolta a férjét meg a gyerekét, és persze végül saját magát, és így lett ő az amerikai átok. Aki azért kerreg, mert felvágta a saját magát. Igen, tehát itt nincs semmi megfejtése az egésznek. Nincs egy módja, hogy kire száll az az átok, miért száll, hogyan lehet feloldani. Itt az átok az csak úgy van, és gyilkolászik, mert átok. Uh-huh. Igen. És ráadásul semmi egyéb cheesy elem nincsen benne. Tehát a kerregő, hörgő, oszmás nőn kívül nincsen nyávogó kisfiú, nincsen semmi más, amit esetleg hozzáadhattak volna példának akár. Igen, és ott az egy tök jó elem volt, hogy miért kerreg a nő, és miért nyávog a kisfiú. Uh-huh. Mondjuk az a baj, hogy én az eredetiben is már nekem inkább volt nevetséges. Én értem, hogy miért volt, de az a hang, az nekem az jutott eszembe, hogy az folyamatosan, én ezért nem tudtam komolyan venni ezt a filmet, mert olyan volt, mint ha valaki folyamatosan röfögne, úgyhogy így jön a kísértet, és így tudod, és így, hát jó. Okay. Figyelj, ez pont itt válik röhelyessé. Haver, gyerekkoromban az a hang úgy megütötte a fülemet, hogy egyszer egy kotyogós kávéfőző hangját volt érdarodta. Bocs, de én nem tudtam, emiatt nem tudtam komolyan venni, emiatt a hang miatt. Jó, mert ezt itt nagyon túltolják. Igen, itt rettenetes. Jó, csak azt mondom, hogy nekem már az eredet is működött, akkor ez meg aztán, ez meg hát aztán végképp sem. Hát itt aztán még annyi sem. Ráadásul itt még, nem is tudom egyébként, hogy az Úristenben nézett amúgy ki a nő? Ugye az átok, a szellem. Mert egyrészt nem volt fehérre meszelve, ez még egy pozitívum volt, csak az szerintem... Gorogaszart, hogy rebbed, de azon, hogy kinézett valahogyan azon kívül, lárás nélkül a kibaszott fekete sziluettet lehetett látni, ahogyan éppen időnként pókemberezik a házban. Nem tudom, én valahogy egy ilyen elnyúlt CGI arcot véltem felfedezni csak. Uh-huh. De nekem nem tűnt valósnak az a fej. De amúgy azt vettem észre, hogy igazából ez nem is ijesztget. Ez csak random fasságokat művel. Tehát így megmaszírozza a csaj fejét a zuhany alatt, meg így bebújik mellé az ágyba. Uh-huh. Nem is az van, hogy így lejön a lépcsőn, és ráfut, vagy valami megjelenik neki a tükörbe, vagy ilyenek.
ez csak úgy ott csinálja a random fasságait. Igen, is settenkedik, sertepertél. De semmi más nincs, érted, mint például pont a Grudge remake-ben például, ahogyan megjelenik ilyen nagy, kötszerű csápokként ugye a haj, tudod? Ezzel is jelezve, hogy milyen hatalma van. Itt ilyesmi sincsen, csak azt látod, hogy pókemberezik random ide-oda, feltűnik, eltűnik, és sokszor egyébként nem csinál semmit. Tehát ez, hogy például a vénasszonyt miért hagyta 6 hónapon keresztül életben hagyni a házban, ezt nem értem. Hát tetszett neki a levágós mutatvány. Hát úgy. De így tényleg semmit nem csinál, futkározik össze-vissza, megjelenik, eltűnik, szaladgál. Igen, meghörök, mint a láncdohányos. Igen, borzasztóan rossz film. Szerintem sokkal több szót ennél nem is érdemel. Hát, egyáltalán nem. Még maximum annyit, hogy a színészek katasztrofálisak voltak. De mindenki. Borzasztóak. Nem csak olyan karakterek, hanem alapjáraton a színészek is. Még talán még a William Sadlert említeném, mert őt amúgy is imádom. És az ő történetszála még érdekesnek is mondható egy aránylag. Aránylag, és az még hangulatos volt, hogy az elmegyógyintézetben ugye lehetett ott látni egy igen, az tényleg nem volt rossz, de a játék ideje nagy részében az ő fején is az látszik, hogy olyan szinten telibe szarja ezt az egészet, és persze, úgy igen. Főleg úgy, hogy az ő történetszála is igazából nem kezderek vele semmit, pedig tényleg tök érdekes volt, hogy elmegyógyintézetbe bemennek, ott van ilyen szétlőtt, szétszakadt szájjal is beszél az átokról, és mondom, oké, nem eredeti, na, de ez már valami, mi lesz ebből? Az egyetlen rész, amikor elkezdett érdekelni a film, aztán így nem csináltak belőle semmit. Igen, olyan csak ez a film, annyi, mint hogyha... Annyi, kikaparta a szemét, és ennyi volt. Igen, olyan ez a film, mintha direkt próbálna inkonzisztens lenni. Uh-huh. Tehát semmiféle logikát nem tudjál felfedezni az egészben. Hát igen, ráadásul külön elszomorító, ugye maga a poszter is pillanatra megint megemlíteni például a Fekete Karácsonyt is, hogy a Fekete Karácsonynál is kiírták a poszterre, hogy a Halloween meg a Get Out-nak az alkotói, itt pedig a Vak Sötét meg a Gonosz Halottnak a stúdiójától, hát szörnyű az meg, hogy ezeket a nagyszerű címeket rátették ezeknek a borzalmas borítójára. Köszönöm viszont minőségileg, egyik sincs. Jó. Úgyhogy nem örülök neki, hogy megint a szar horrorról kellett beszélnünk, bár valami ez itt jó belerugdalni az ilyenekbe, de ugyanakkor kár, hogy be vannak bocskol az ilyen legendás címek is. Na, hát szerintem akkor beszélj a következő zseniális filmről, amit megint szerintem csak te láttál. Igen, erről szerintem a lehető legkevesebbet tudsz beszélni. Ugye Jumanji következő szint, a.k.a. Jumanji 3, mert a közvéleménye ellentétben már az előző Jumanji is egy második rész volt. Hiába mondják az reboot, nem? Az második. Nos, alapjártal az eredeti George Johnston-féle Jumanji az egy óriási nagy gyerekkori kedvenc. Ugye főszerepben azóta sajnálatos módon elhúnyt Robin Williams-szel. Mai napig az egyik nagy gyerekkori kedvencem, és a The Rockos második rész, a Vár a dzsungel, az rohadtul nem ért fel az eredeti filmhez, ugyanakkor egyáltalán nem tudtam azt egy rossz filmnek. Kimondottan üdvözöltem azt, hogy a koncepcióban tovább tudtak lépni, felhasználtak ezt a videójátékos dolgot, és hogy a Jumanji világán belül játszol az egész. Szerintem ez egy kurva jó film volt. Szerintem is egy jó film volt, de szerintem az eredeti filmnek, az eredeti első filmnek a küszöbét nem szíthatja ki. Bár én ezt nem is vártam tőle, kedvelem. Na de itt van ez a film, és emlékszem, én már rettentően le voltam törve, amikor megnéztem az előzetesét, mert arról lejött, hogy ez lustán lemásolja a második. És hogy mi a helyzet így a végeredményt látva. Azt adta, mint a trailer. Ugyanaz. Lemásolta a második részt. Látszik, hogy miután sikeres volt Vár a dzsungel, akkor gyorsan össze kell kalapálni egy folytatást.
mert égeti a zsebünket a pénz. De Rock meg éppenséggel ráér, úgyhogy használjuk ki. Megcsinálták ugyanazt. Hát, mondjuk az, hogy próbáltak idézőjelben csavarni a lán, hogy bevontak még kettő plusz szereplőt, a Danny DeVito-t és a Danny Glover-t, és hogy ezúttal a második részből jól ismert négyes, a négy avatár, hogy most egyúttal más-más szereplők bújnak a bőrükbe, de ezen kívül nagyon fantáziátlan is repetitív az egész. És ez, hogy egy Jumanji filmről elmondhatjuk, hogy fantáziátlan, az szerintem már mindennek a legalja. Az egyetlen mentsége a Jumanji 3-nak az, hogy sok helyütt legalább vicces. Tehát nem egy olyan pillanata volt, ahol beszartam a rögéstől, de ez kevés az üdvösséghez. Tehát ez az a film, ami úgy igazából rán kiadhat, ha nem látod, mert Isten igazából semmi nem indokolja a létét. De semmi értelme nem volt, hogy ezt megcsinálják. Az, hogy a stúdió irányából ez miért érte meg, az tök egyértelmű pénz, 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 money, money, money. De valahogy én is ezt éreztem, bocsi a szabadban, csak valahogy én is ezt éreztem, és ezért nem is voltam rá kíváncsi, mert hogy így a Jumanji, akkor mondjuk azt, hogy kettő végén, gyönyörűen lezárta az egészet, és úgy nem éreztem szükségét annak, hogy ez a történet folytatódjon, hiszen hát megkaptunk minden lezárást. Persze, csak ugye egy borzasztóan alibi megoldással folytatódik, hogy maga szereplő srác a másodikból az végül újra összeszereli a gépet azért, mert nem elégedett a saját életével, és visszavágyik inkább Jumanji. Ez mekkora szar? Azt mondom, megint de Rocknak érezze magát, megint többnek érezze magát. Ez mekkora fos? Hát elég nagy fasság van. Pontosan az volt a vége, hogy nem kellett már nekik videójáték karakterként, hiszen megtanulták ott akkor, hogy ők valós emberként hogyan kell, hogy viselkedjenek, és hogyan kell kihozniuk magukból azt, amit ideig nem tudták, hogy bennük van. És ezért volt tök jó film, amellett, hogy egy tök vicces film volt. Igen, és meg ott volt a tanulság. Hogy volt egy tanulság, egy mondani való, és ezt most így telibe szarjál, ez a rész, hál' Istennek. A főszereplő sráccal, mert a többi karakterre probléma amúgy nincsen, csak a főszereplő sráccal játsszák ezt be, hogy időközben megfenek lett az élete, úgyhogy fogta és összeszerelte már megint az egészet. Isten. Csodálatos. És érted, ezek tényleg nem változott a világon semmire, azt mondja, megint be a játékba így a srác után, és hogy jó, akkor mentsük meg, és akkor megint benn vagyok Jumanji-ben, és megint végül is dettó ugyanaz sire, hogy csak egy küldetés van, megint meg kell menteni Jumanji-t, és ez a tipikus fantáziátlan request szabályokat kapjuk meg, hogy megint meg kell menteni Jumanji-t, és ezt ki is mondják a filmben, hogy megint meg kell menteni, mert megint bajban van. És megint csak ti vagytok az utolsó reményünk. Tehát ez egy nagyon nagy meh kategória. Jó, Isten igazából mondjuk, ha az ember megnézi a filmet, maradandó károsodás nem okoz, mert bőven vannak olyan pontjai, amin tényleg lehet visítani a röhögéstől, de ezen felül... Figyeld ezt a reklámot! Maradandó károsodást nem okoz. Ezt kellene ráírni a DVD borítóra. Nyugodtan meg lehet nézni, maradandó károsodást nem okoz. Hát figyelj, a Fekete Karácsony az okoz maradandó károsodást, úgyhogy a Jumanji legalább nem. Ez az új Jumanji, de mondom, meg lehet nézni. Sokszor tényleg kurva vicces, de ugyanakkor ez egy mégiscsak egy nagy nulla. Mert semmi kreativitás nincs benne. Meg a korábbi résznek, ahogy mondtad Attila, kioltja a tanulságát. Nekem már az előző sem tetszett, úgyhogy ezt nyugodt szívvel ki is hagytam. Nem is baj egyébként, hogy kihagyod. Ráadásul főleg úgy, hogy hát természetesen ugye van egy stáblista utáni jelenet ebben a filmben, tehát lesznek rész. Hát, legyen. Anyagilag megtérült egyébként ahhoz, hogy legyen. Igen. Tuti. Megtérült kérlek szépen azért, mert a főszerepben ott van.
Dwayne Johnson. Igen, aki nekem mindig rock marad. Tehát ez a film egyébként siker, úgyhogy lesz negyedik rész, bár abból a szempontból talán még értek el, hogy a végét látva, legalább nem erről fog szólni megint. Nem azt mondom, megint bemegyünk Jumanji-ba. Jó, ez már, akkor az már megint az első rész lesz, hogy akkor Jumanji jön ki, de ez még egy olyan forma, ami még érdekel. Mert egyébként láthatóan nem tudtak a világon semmit sem kezdeni az. A második részt eladták megint, csak sokkal szegényebb. Egy pluszt Danny DeVito-val és Danny Glover. Hát persze csak a film elején szerepel. De... Baszki, benne van Danny DeVito. Igen, benne van. Egyébként ő tök vicces. Jó, hozzáteszem, egyébként ő tök vicces. Tehát mondom így az ő jeleneteik, meg alapjáraton, ahogyan próbálnak megint ezzel az avatáros dival így játszani ezzel a formulával, az tényleg vicces. De ezen kívül én nulla az egész. Tehát így ennyi. Hát, mondom, én nekem azért tetszett a remake, vagy nem tudom, tényleg én remake-ként hivatkozok rá, mert én nagyon sok kapcsolódási pontot nem vértem felfedezni a Robin Williams-es film meg a rockos film között. Hát eleve meg, de, hát van benne egy jelenet. Hát ezek elvileg azok a gyerekek, nem? Nem, az amikor elmennek egy úgymond otthagyott tóvóhelyre Jumanjin belül, akkor ott ki is jelentik, hogy itt volt éveken keresztül ami Ellen Parrish nevezett űrge. Egy korábbi játékos a valóság. Jó, de ez olyan... Jaj, tehát ez már okay, egy olyan, de... kapcsolat. Oké, csak ez olyan, így megemlítik egyszer, tehát hogy így nem nagyon van... De ez elég? Jó, persze, oké. Okay. Ezért mondom azt, hogy az nem remake volt. Az jó, én csak azért mondom remake-nek, mert ugyanis a táblás társas játékot tök jól ülteti át videójátékká. Igen. És abba annyi poént kihoztak, hogy én ott attól ájultam el teljesen, hogy annyira jó reagáltak erre, hogy hogyan működik egy számítógépes világ. Igen. Na és épp az, hogy ez a harmadik rész viszont meg nem ad ehhez. Sőt, lényegesen kevesebb is, mint a második. De ha a harmadik rész, akkor játszhatott volna, mit tudom, VR szemüveggel, vagy bánat tudja, érted? Hát érted, de még az sincs, semmi nincs. Hát ez így, azért mondom, hogy én éreztem, hogy ez lesz. Persze, azért mondom, hogy lustán felcsapták a második rész még egyszer. Tehát többet nem is lehet már róla elmondani. Szerintem inkább menjünk már vele végre Michael Bay-nek az új filmjébe, a Six Underground 6-on az alvilágból cím új mestermunkájára. Miért érzem itt, hogy itt Rage lesz? Nem is tudom. Kezdett a Flint. Six Underground. Six Underground, na már most Michael Bay visszatért, és végre már nem egy Transformers filmet csinált. Bár egyébként a háborús filmét a 13 óra, ez volt címe? Bengázi küldetés? Az Bengázi titkos katonái. Titkos katonái, igen. Azt a filmet sajnos... azt én sem láttam, az a filmje még mondjuk érdekel, mert arra még jókat is hallok ráadásul, de így ezen felül ugye Michael Bayről tudjuk, hogy sajnálatos módon elfecsérelte az idejét. Aztán a meg annyi hitvány Transformers bozadványaival. És engem ez a filmje még érdekel. Én kivonottan érdekelt, mert egyébként Michael Bay-t nem tartom rossz rendet. Én igen. Hát, vannak jó filmjei, de nem tudom. Hát tehát nézd, én azért nem tartom, azért nem tartom Michael Bay-t rossz rendezőnek, mert ha valaki megcsinál egy Pain and Gain-t, figyelj, valaki jó kis talál szemet, tehát én nem az alapján ítélek meg egy rendezőt, hogy van három jó filmje, hanem a többség alapján. Az, hogy néha pont beletalált a közepe tájába. Hát néha azért ott, azt, azért ő uralt az 90-es éveket, az Bad Boys Armageddon. Volt Bad Boys 2, volt... Szikla! Élet. Szikla! Én azt mondom, hogy maximum egy középoki rendező. Hát minden esetre azért a látványt magát, a technikai oldalt, azt ő sosem is másolt, még a lehető legszerűbben sem. Azt nem is vitatom. És ezért mondom, hogy ilyen téren én mindig tudok neki adni esélyt. Na már most,
itt van ez a filmje, amit a Deadpool írtottak össze, és ha már Deadpool írói csináltak valamit, akkor mi meglepő, abban benne van Ryan Reynolds is. És ez a párosítás Michael Bay-jel az eléggé érdekes, hát a végeredmény annál inkább, mert itt éreztem azt, hogy Michael Bay szabad kezet kap minden téren. És Michael Bay elhozta a Michael Bay 2.0-át. Ugye Michael Bay-ről eleve tudni kell, legalábbis, hogy ha az ember megnézi a filmeit, azt lehet érezni, hogy ő mindig felszokott írni jó pár csíkkal. Na már most, a Six Underground nézése közben az jutott az eszembe, hogy Michael Bay itt nem 5-6 csíkkal szívott fel a kokóból, hanem ezt volt egy egész kamionnal. Itt pontosan ezt akartam mondani, hogy újra kellett érezni. Hát, az a minimum. Jó van, most rövid leszek, a sztorit azt nem bázolom. A sztorit már mindenki tudja. Ez egy idegbeteg fasság. De már felháborítóan. Hát az első 20 percben engem ez a film megölt. És nem a jó értelemben. Tehát nekem az agyam golyózott, a szemem golyózott, látva, hogy a rossz ízlést így kapom meg. Ez nyilvánvalóan egy nagyon hitvány film, de... Szerintem egyszerű szórakozásnak teljesen. Ez egy akkora paraszt proli film, amiben az a legszomorúbb, hogy ez egyébként lehetett volna egy kurva jó film. Ehelyett viszont, bazd meg, egyszerűen kiégett az agyam, kiégett a szemgolyóm. Minden estől az érted, hogy 2 másodperceként mindig más láttunk a képen, soha Bay is nem tudta letenni azt a kurva kamerát, hanem minden egyes nitben egy szimpla jelenetben, ahol monologizálnak is, folyton rezegteti a kamerát, folyton dobálja ide-oda a kamerát. És akkora idegbeteg fasság az egész, ezekkel a borzasztó semmilyen karakterekkel, és ezzel a... Azok a kurva kilasítások, baszódjon meg a Michael Bay ezekkel a kilasításokkal, hogy komolyan ki kellett lassítani azt, hogy a csajból kijön 5 liter vér, érted? Tehát így az a kurva életbe. Tehát ilyen így rohadt ízléstelenül csinált. Annyira undorító, meg olyan balfasz poénok vannak benne, hogy így nézem, hogy ezt kikírták 5 évesek, hogy így édes Istenem, mint amikor tényleg, most nem is az, hogy 5 évesek, de amikor 12 évesen valami nagyon menőt, valami nagyon macsót akarsz leírni, és akkor ilyenek jönnek ki belőle a végén, mint ami ebben a filmben végig van. Hogy ez egy akkora penetráns egy fos, hogy az arra szavak nincsenek. Főleg úgy, hogy ehhez képest a tavalyi Godzilla 2 egy művészfilm. Te én halálkomolyan kérdezem, hogy egy ekkora szarfilm, hogy tudott ilyen komoly indulatokat gerjeszteni bennetek? Én, tudod miért? Azért, mert amikor nem szar, amikor például van az a rész, amikor a Ryan Reynolds karaktere meglátogatja azt a menekültábort, és azt lebombázzák azzal a gázzal. Igen. Abba benne van az, amit ez a film jó lehetne, hogy nem kreténkedik idióta poénokon, hanem tényleg akar valamit mondani, de ez a film ez nem akar semmit mondani, ez megelégszik azzal, hogy a kocsányon lógó szemgolyóval bohóckodik a Ryan Reynolds, meg idióta beszólások vannak, idióta karakterek vannak. Ez a hatos, ez konkrétan szerintem elbotlanna a saját cipőfűzőjébe, mert akkora balfasz egy brigád, hogy ilyen nincs még egy a világon, és ez ezekért kéne izgulnom. Tehát mondom, az a jelenet az annyira éles kontrasztba áll például az összes többivel, hogy úristen. Tehát ott van valami, amiről, mintha ez a film akarna valamiről szólni, és ott néztem is, hogy ez mit keres ebbe ez a jelenet, mit keres ebbe a filmbe. És én ezért akadtam ki rajta, hogy egyszerűen ez a proli sutyóság, ami annyira túl van tolva, hogy ez nem a, mit tudom én, most megnézek egy narancs tetves és dugó paródiát a neten, és akkor jót rötyögök rajta 5 percig, hanem az, hogy ez 2 órába legnagyobb állatság, ami egyszerűen ekkora mennyiségben már taszító. Ez a kulcsa az egészben, hogy egy ilyen mennyiségben, érted? Ez körülbelül olyan, mintha fogtak volna 22 operált paraszt proli trash sorozatot, és összegyúrták volna ebbe a 2 órában.
És tényleg ebben a mennyiségben így tálalva, ilyen szemrákot, ilyen szemrák tálalásban ráadásul, mert egyszer olyan őrítően fárasztó az egész, ráadásul épp az a legszorúbb, hogy annyi meg annyi pontja van ennek a filmnek, ahol lehetett érezni, hogy bazen ott van elásva ebben egy kurva jó film. Alapjáraton a központi konfliktus ebben az egyébként tök egyszerű sztoriban, hogy ledönteni egy hatalmáról egy diktátort. Tehát ez annyi mindenben lett volna kurva jó, és meg ahogy bemutatják a karaktereket. Igen, hát ahogy eleve tehát bemutatják. Azokban tényleg van olyan sztori, hogy azt mondom, hogy basszus, gyerekek, hát ez önmagában egy filmet megérdemelne. És kurva jó ötletekkel is van tele, várjál. Tehát azért ezek a túltolt fasságok így ötletszinten is, meg némelyik azért megvalósítás szinten mondjuk tényleg kurva jó meg van csinálva, például az a mágnes, baszki. Hát azokat még kimondottan élveztem is, és de egyszerűen dühített, hogy ebben a halálfárasztó trágyadomban vannak ilyen kurva jó részek. Hát nem tudtam én ezt hova tenni. Egész egyszerűen, érted? Már néztem az órát, az első 20 percben már megfordult a fejemben, hogy na jó, én ezt leállítom, és akkor majd úgy fogok beszélni majd itt az adásban róla, hogy hát láttam az első 20 percet, elég is volt. Nem, tovább néztem, hogy még jobban sem magam, persze. De vagy négy vagy öt olyan alkalom volt, ahol legszeresebben én kikapcsoltam volna ezt a trágyadom. Egyébként szerintem a legrosszabb része a legeleje, tehát az minden este. Az, ami ott van, az úristen, tehát hogy az egy, ez minősíthetetlen. Hát bazeg, a jó ízlésen elkövetett merénylet apokalipszise volt az első 20 perc. Egyébként igen. Úristen. Érted, bazd meg, a jelenések könyvéből megjött az apokalipszis, és ez volt az első 20 perc kb. Szó szerint. Én nem tudom, nekem nem voltak ekkora problémáim vele. Tehát egy abszolút sík, hülye, agyatlan és szar film, de úgy voltam vele, hogy akkora fordulatszámon pörök, hogy egyszer így kicsivel többnek, mint egy háttérzaj meg lehet nézni. De ez tényleg a maximum, amit el lehet róla mondani pozitív irányba. Uh-huh. Én az a baj, hogy tényleg én nem értem, hogy erre a filmre végtére is mi szükség volt. Hát semmi, pénz. Persze, így ebben a formában ráadásul. Ez lehetett volna egy jó film. B meg tudta volna ezt jól csinálni, de B bazeg egy egész kamionnyi kokot elszívott. El kellett neki szívni, és ezt így meg kellett csinálnia. Szörnyű. Hát én azon a jeleneten akadtam ki a legjobban, amikor előszedik valahonnan ennek a csávónak az öccsét, ugye, hogy ő lesz majd aki a helyre, és így beállítják a kamerát, és így azzal kezdődik, hogy hát én ezt nem fogom tudni megcsinálni, hát nekem ez nem fog menni, és már megy az adás élőben, és így annyit mondta, hogy hát igen, ez most nagyon rossz nekünk, ahogy most van, de majd jó lesz, csak lázadjatok föl, emberek, és abban a pillanatban mindenki így az utcán van már, és... De az a legjobb, hogy előre kikészített feliratos zászlókat. Igen, hogy így abban a pillanatban így mindenki beleugrik. És így... Mi a faszom ez a film? Ja, és amit eleve... az a baj, hogy Michael Bay ezt konkrétan a Transformers filmek óta csinálja, hogy a... bizonyos karakterek, amik megkívánnák, hogy komolyan vegyük őket, megfosztja a méltóságuktól. Pont ez a karakter, aki, hát ugye ennek a főgonosznak az öccse, ez első jelenetében még érződik, hogy ez egy komolyan visszafogott a figura, akiről így elhiszed, hogy ez egy józanabb, ez egy jó ember. Akiről így el tudod hinni, hogy ahogyan a történetben is mondják, ő ettől a szarházitól át tudná venni a hatalmat, és valóban tudná érdemben, normálisan, békében kormányozni a maga országát. A következő jelenetben, ahogyan mennek, hogy megmentsék ugye a seggét, pillanatok alatt hülyét csinálnak belőle. Hát és az... Leviszik el legalja értelmes idiótába viszik át. Oké, hogy egyébként az... hogy az egész akciószekvencia, ahogyan kiszabadítják, az amúgy meg van csinálva, és a filmnek az egyetlen a pontja volt, ahol még elkezdtem izgulni is, bár
egy ponton már ott is elkezdett leégni az agyam, hogy még mindig ráteszek el lapáttal, és minden felrobban, bazd meg! Érted, hogyha ott véletlenül elejtenek egy kávéscsészét, még az is felrobban. Hát de mit vártál egy B-i filmtől? Őszintén. Őszintén? Hát nézd, most mondok egy címet Michael Bay-től, mondjuk egy Bad Boys-t! Én például vártam volna egy olyat. Hát majd kiderül, mi lesz a harmadik része. Ja, hát, az B-nek nem sok köze van, nem? Hát semmi köze nincs ahhoz. Hát mondjuk ez igaz. Na csak épp az, hogy mit vártam volna Six Underground-tól, például egy Bad Boys-t. Simán. Ráadásul még benne is van valamilyen szinten ez a Bad Boys-i eszencia, úgy tetszik, de a létezőleg tímákabb módon is ezt... ennyire túltolva. Tudod, mi ennek a legnagyobb mementója? Az, hogy amikor elmennek kiszabadítani ezt a faszt, hogy majd ő lesz az ő emberük, akivel leváltják azt a kopaszt, és így ott van egy ilyen, amikor attól a nevetőgáztól ez a bérgyilkos faszi a 4-es, 5-ös? Ja, fasz se tudja, nem tudom, már, hogy faszom tudja, ez a bérgyilkos faszi beszív, és egy hülye fasz lesz. Csak az a probléma, hogy előtte is, meg utána is egy hülye fasz. És így nem értettem a különbséget, hogy most attól, hogy nevet, miközben meg ilyen idióta poénokat elkezd mondani, de ugyanezeket csinálja, amikor nincs beszívva. Hát most ez mi a különbség? Hát igen, egy jó poénja volt, amikor le akarta ütni azt a csávót, hogy hallgasson, és az Istennek nem ájult el. Az tényleg jó volt, de utána, hogy átlendültek a másik házba, mit csináltak? Még tovább kellett tolni ezt a poént, hogy elkezdte kergetni, és ütlegelni, és tönkre vágták. Igen, tehát, hogy így volt egy jó poénjuk, és túlhúzták, és volt egy jó jelentük, és túlhúzták. Mindent túlhúztak, szó szerint mindent túlhúzta B. Jó, valahol teljesítmény, hogy valaki megcsinált egy ilyen filmet, ha belegondolsz, hogy minden téren a legszélsőségesebb. De ezek kulturális merélet már. Ez borzasztó volt. De főleg úgy egyébként, hogy akinek tetszik ez a film, az nem károsztatom azokat, sőt, borzasztóan irigylem őket, mert azért vannak azok a fajta szarfilmek, amik azért meg tudják az ember szívét dobogtatni. Na már most, nekem a tavalyi Hellboy ilyen. Azt egyébként mostanság néztem meg, és egy kurva rossz film. Az is egy ilyen alpári elbaszott film, egy káosz az egész, de veszek meg, baromira élveztem. Na, a Six Underground nem ez volt. Igen, nekem is ez a legnagyobb probléma, hogy először én is azt hittem, hogy ez majd túlzás lesz, amit mindenki olvastam egy csomó embertől, hogy, hogy ez így nem jó, meg úgy nem jó, meg mondom, biztos, hát nem tudják a helyén kezelni, mert minden, és így rájöttem, hogy ennek a filmnek nincsen helye. Ez ebben a formában nem lehet egyszerűen élvezni, tehát komolyan annyira kilök magában, mert nincs ezzel a gond, hogy egy ilyen agyatlan, vérgőzős akcióvígjátékot csinálunk. Csak ezt lehet úgy is csinálni, mint mondjuk a Bad Boys 2 csinálta, meg lehet úgy is csinálni, ahogy ezt csinálja, hogy egyszerűen annyit csavarunk rajta, hogy élvezhetetlenné válik az egész. Igen. Mert azért itt is nem ártott volna Michael Bay-nek azt mondani néha Netflix részéről, hogy figyelj, Mike, mi lenne, hogyha ezt most így már nem forgatnád le, ami éppen a fejedben van? Igen, vagy legalább valaki rászólt volna. Persze, meg érte, valaki rászólt volna, hogy haver, nyugi. Csak ennyi kellett volna ennek a filmnek, hogy B, egy picit nyugodjon már le a picsába. Igen. Tehát ne produkáld magadat, légy szíves ennyire. Tehát mind Michael Bay, mert komolyan, tehát elkezditek a filmet, és úgyhogy elkezdi bárki ezt a filmet úgy, hogy nem tudja, hogy a Michael Bay rendezte, pontosan, én számoltam, pontosan 2 perc, 27 másodpercnél már tudni fogod, egy kibaszott Michael Bay filmet nézel. Simán amúgy. Mert egyébként ez a film maga a Michael Bay dózis. Abszolút, de mondom, egy ilyen koncentrátumban ez már taszító. Tehát nekem ez nincsen problémám, hogy ő ebbe éli ki magát, hogy egy tényleg ilyen
vérgőzös akcióorgiát csinál, hát ez tök jó. Csak persze. Ennyire koncentráltan már... Nem tudom. Igen, meg főleg egyébként még külön azt szomorít el. Bay miért nem csinál olyan típusú filmeket, mint a Pain and Gain? Miért nem olyat csinál, könyörgöm? Az tényleg abszolút a legjobb filmje. Én is imádom. Abszolút, ráadásul még az a kedvenc, oké, hogy ott van a Transformers 1 például, a Szikla például, az Armageddon, akár a Bad Boys, de ugyanakkor mindenhet, hogy rendkívül szórakoztató, nagyon igényes és értékes film is a Pain and Gain. Mind a menet, ha rendkívül szélsőséges is. Igen. És én annyira akarok még ilyen filmet látni tőle. De miért nem ilyet csinál, könyörgöm? Tudna, pedig a... bassza meg. Pedig most aztán a Netflix égiszállat azt csinált volna, amit akar, mert... Hát igen, és azt csinált, baszki, ez a baj! De hogy a Pain and Gain is elvileg az is valamilyen szerelem projektje volt neki, nem? Igen, az volt. Az hát igen, csak ott voltak producerek, volt, aki visszafogja. Itt nem volt. Itt azt azért, mondták, hogy mókász. Nem, várjál, önként vitta vissza magát direkte a Pain and Gain-re, mert ugye az tényleg egy szerelem projekt volt. Ráadásul ugye az egy kisköltségvetésű film volt, ami 20 millióból készült. És ott direkt vissza magát, direkt kis pénzből akarta megcsinálni. Tényleges ambíciók, normális ambíciók fűtötték a Pain and Gain-nél, tehát így néztem az így készült interjúit, és lejött, hogy ő tényleg nagybetűvel filmet akart készíteni. Miért nem csinál még ilyet? Nem azt mondom, hogy mindig csináljon ilyet, mert azért kellenek olyan jó leső baromságok, mint a Bad Boys, de ehelyett megcsinálta a túltolt Michael Bay dózisát, baszki, ennek a borzalom képében, mint a Six Underground. És ez elszomorít. Ahogyan az is, ahogy említettem, meg ahogy te is említetted, Atti is, hogy hogy a Six Undergroundban annyira ott van, bazd meg, sok-sok jelenetében, meg sztoriában is, hogy ez egy tök jó film volna, egy tök fasz a Bad Boys típusú cucc. És ehelyett ilyen halálfárasztóan nézhetetlenre van kreálva az egész. Tényleg csak engem hagyott ennyire hidegen ez a film? Ezek szerint igen, igen. Ezek szerint igen. De mondom, én arra számítottam, hogy tényleg kapok egy Bad Boys 2-t. Én is. Körülbelül, mert azért az se volt egy óriási nagy nívó, de hát tehát ehhez az képest... Kibasz, nem... ó, de az kibaszott szórakozott. De mondom, hát ehhez képest azért, hogy úristen, mintha egy másik galaxisból érkezett volna. Tehát, hát egy az egy, már érted, pont Bad Boys 2-nél maradva. Bad Boys 2 az is egy jó 2,5 órás, abban is a történet dolog, de Bad Boys 2-nek vége van, és mindig úgy állok föl, hogy damn, ez fasza volt. De igen, de ennél, hogy vége lett, így öljetek meg. Egyébként igen, tehát hogy ez nagyon, nagyon nem jó ez a film, sajnos. Az tény, hogy egy 90 percben nekem is jobban tetszett volna. Hát, ha még a hossza lett volna a legnagyobb probléma. De mondom, tényleg annyi baromsággal van tele, és annyi öncélú baromsággal van tele, ami egyszerűen én nem tudok vele mihez kezdeni. Hogy itt mi volt a szándék? És technikai részében is ugye egy kész az egész, egy termonukreális robbanás kb. De tényleg, pont ezt akartam mondani, hogy még ráadásul szarul is néz ki. Tehát azok a műrobbanások, amik ott vannak benne, hogy így néztem, hogy így, ez komoly, srácok. Meg tényleg... Ez a mennyiség, érted? Sok, ez már túl sok, ez nézhetetlenül sok. Nem tudom, tehát én azért elfogadtam azt, hogyha Michael Bay filmjeire sok mindent lehet mondani, de azt, hogy rossz látvánnyal rendelkeznek, azért azt nem. És itt azért egy csomószor így néztem, hogy így, hát nem tudom, srácok. Pedig azért mondom, szerintem a Netflix elképzelhetetlen mennyiségű pénzt alápakolt ennek az embernek, mert nem szoktak szarozni a költségvetéssel mostanában a Netflixnél. Jó, nem tudom, 160 vagy 170 millióból lett ez a szar? Hát ahhoz képest egy penetránsan szarul néz ki.
Szerintem. Hát jó pár helyen tényleg fosul néz ki. Azért van pár olyan hely, ahol viszont meg le a kalappal, ahogy kinéz. Én összegészében mondom, nyilván az, hogy... Összegészében, hogy a minden téren túl van tolva, akár bizonyos helyek, ahol tényleg kicseszett jól nézett ki a film, még aláásta az egészet az, hogy fárasztó, nézhetetlen volt ebben a dózisban. Tehát ez a fajta vizuális vakítás, ez gyilkol. No. Na, ennyi erről, mert csak hisztiznénk a tovább. Igen, ennek semmi értelme nincs. Persze, ezzel mi már csak hisztizni tudok, úgyhogy a hallgatókat is megkíméljük már ettől, úgyhogy... No, hát akkor... Látom a következőre. Gyakorlatilag a következő filmről én semmit nem tudok. Csak annyit, hogy valami science fiction hancúrozás. Amennyit tudok róla, az alapján egy teljesen középszerű filmnek tűnik, úgyhogy igen, nem is érdekelt, ki is hagytam, ki is fogom hagyni a továbbiakban is. Az árok. Ezt igen, az egyedül? Árok. Te láttad egyedül, igen. Már én kíváncsi vagyok rá, de még nem. Jó, hát az árok. Lelövöm a poént, ez egy Alien. Már ez is? Már nem volt nekünk elég a Life. Nem, ez is egy ilyen film. A különbség annyi, hogy ez ugye természetesen nem a világűrbe játszik, nem. Számén. Most a filmre egyébként természetesen most sem lehet olyan sok minden. Én mindig ezt mondom, de csak az a baj, hogy ez igaz is. Előjáróban ez a film nem. De mik vele egyébként a problémák? Kezdjük ott a forgatókönyvvel, és alapjáraton ezzel a sztorival bántóan egyszerű, túlságosan is. Nagyon érződik egyébként az Alien-es hatás, mert még önmagában nem baj. Amit például a Life-nál én nem is kifogásolt. Ennél már egyébként határozott. Már főleg azért, mert tekintve, hogy ez egy túlélő film effektíve. Tehát szerkezetében egyébként egy az egybe leveszi a gravitációt. Tehát azzal is egyébként nagyon-nagyon sok a párhuzam. Viszont ezen felül, hogy órásban igazából ilyen indokolatlanul be vannak dobálva idézőjelben az Alienek, illetve Tulu is a végén, csak hogy már legyen egy kis Lovecraft is benne, amik egyébként baromi jól meg vannak csinálva, tehát egyébként az a 60-70 millió, amiből ez össze lett tákolva, ez mindenképp kockáján meglátszik. A filmnek az erénye az a rendezés. Tehát a William Eubankről azt ugye tudni kell, hogy ő szerintem egy rettenetesen alul értékelt rendező, és nagyon-nagyon bántó, hogy nem kap elég munkát. Ráadásul tekintve, hogy ez a film már 2 éve dobott. Tehát 2 évvel ezelőtt kész volt ez a film. Így sajnos a rendezővel csesztek ki, és azóta nem volt munkája. És például ezt a filmet is látva eléggé szóra, illetve a korábbi filmet is, a Lávot, ami egy kisköltségetésű független projekt. Nem egy tökéletes film, az nagyon-nagyon szétfolyik egy pont. De ugyanak egy ígéretes potenciált rejt magában. Viszont a The Signal című filmet azt nagyon tudom tőle ajánlani, egy nagyon-nagyon kifi. Ilyen agyat meghágó kifi, fantasztikus film. Viszont itt ugye érződik, hogy ez egy blockbuster belépő a számára, és kapott egy ilyen vérszegény kötött forgatókönyvet. És vizuálisan tudod csak igazából hozzátenni, mert egyébként rohadt faszán meg van rendezve. Tehát nagyon-nagyon érződik rajta az, hogy hát eleve a rendező igyekezett, az, ahogyan kihasználta magát a helyszínt, magát a kilátástalanságot, a gyilkos mélységet. És persze az, hogy Eubank nagy Alien, az is átjön. Hát eleve a film egy olyan körsvenkel indít, ami egy az egyben a 8. utasban volt látható például okáért. Meg számtalan olyan pontja van, ahol csúnya szóval élve
lopkodja az Alien-nek bizonyos, ez Alien filmeknek bizonyos módon. Ami nem baj. De valahogy nagyon-nagyon hiányzik ebből a filmből az a fajta forgatókönyv, az a fajta sztori mélység, ami igazán megkívánt volna. Tehát nem tudom, például ismeritek-e azt a kis független játékot, a Sómát? Igen. Igen. Simán lehetett volna egy hasonló kaliberű sztori. Ráadásul a William Eubank tényleg annyira fantasztikusan rendezte meg, már vizuálisan is ezt a filmet, hogy egy Sóma filmet például simán rábírják, illetve egy Alien filmet is simán rábírják. És érződik így rendezési szempontból, meg hogy csak az alapjait nézzük, magát a helyszínt ebben a filmben, meg hogy minden meg van csinálva. Ez annyival lehetett volna sokkal több. Tehát annyi benne a potenciál, de sajnos nem lép túl azon, hogy a mélyben vagyunk és menekülünk az idézőjeles Alienektől, és ennyi. Tehát, hát ez nem egy nagy megfejtés. Hát nem. Ebben a filmben amúgy semmiféle megfejtés nincsen. Szereplők hát, sincsenek kidolgozva. De várjál, csak... akkor az a sztori, hogy leásnak a föld mélyére, és akkor ott találnak valamit? Igen, és elszabadul a pokol. Igen. Várjál, egy az, ami például segít ezen a filmem, hogy az első 5 perc után, mit 5 perc, az első 3 perc után azonnal a lovak közé csap. Azonnal. Míg más filmeknél mindig kell egy 30 perces felvezetés, itt 3 percen belül megoldják. Mit bajlódni vele? Nem bajolnak vele, az első 3 percben azonnal beütök. Azonnal. Tehát, jó. Ez legalább egy pozitív dolog. Persze, igen, és azt, hogy legalább a film egy pillanatra nem ül a seggén. Tehát, ez egy ajánlható film amúgy. Meg, hát, nem, meg szokás mondani, és igaz is erre a filmre, hogy nem akar több lenni annál, mint ami valójában. Viszont ez lehetett volna sokkal. Ráadásul nagyon ígéretes rendező tákolta ezt össze. Na, akkor ez a film pontosan olyan, mint ami ennek képzeltem. Tehát én ezt a mondatot rühellem, amit mondtál. Az a mondat, hogy nem akar több lenni annál, mint ami, az egy dolgot jelent, hogy ez egy középszerű film. Igen, az. És ezt mondom, ezt minden téren a forgatókönyvre vezetem vissza, amivel nincsenek problémák, de ez annyira ambiciótlan. Annyira ambiciótlan, főleg úgy, hogy egy nagyon ambiciózus rendező kezébe adták, nyilvánvalóan megkötve a kezét, mert haver, ez az első blockbustered, úgyhogy kötve van a kezed. Arról lehet tudni, hogy miért volt ez 2 évig dobozban ez a film? Azt hiszem azért, mert pont akkor végeztek ezzel a filmmel, amikor a stúdiót felvásárolta a Disney. Igazából ez lehetett volna a következő Cloverfield film is. Tudod mi a röhely? Nem egyszer eszembe jutott, hogy ez elmehetne Cloverfield is. Egyébként simán. Csak az másik stúdió már, nem? Ja, persze. Csak mondom, nem lepődtem volna meg, hogyha végül felütötte volna a fejét a Cloverfield más is. Tehát mondom, ebben a filmben egyébként semmi eredetiség nincsen. Tény, hogy egyébként nagyon színvonalasan meg van csinálva. A színészekkel probléma nincsen. Christian Stewart tök jó amúgy, meglepődve tök jó. Tehát vele semmi probléma nincsen. Igaz, sokszor meg így nyitva adja a száját, de hát legyen. A film maga egyébként nagyon sok pontján rendkívül nyomató és izgalmas, illetve biztosan is eléggé megkapó, és mondom, itt nem győzzem a rendezőt sérni. És sok szempontból inkább úgy érzem, hogy a rendező, a William Eubank, az így áldozatául esett ennek a filmnek. Ez azért gáz, mert akkor így tényleg így a további karrierjére ez nem túl fényes. Hát... Mert azért ez mit tudom, hogy megrendeztem az árkot, az nem egy olyan nagy momentum így a szívidben, hogy nem, így... Nem egy nagy teljesítmény. Jó, én nem hiszem egyébként, hogy a Eubank az így rosszul jön neki ezzel a filmmel, mert a kritikák nem elmarasztalóak, a közönség hát nem szereti, de kedveli, meg
felfedezhető benne, hogy ez a csávó rohadtul tud, csak sajnos baromira megkötötték mondjuk... a kezét. Hát nyilván, nyilván nem meglepő, hiszen a korábbi filmi a Szignál, az egy annyira egy kőkemény hard science fiction, amiből kiderült, hogy ez a csávó rohadtul tud, hogy ilyen esetben, amikor e fajta most hagyd fogalmazzak ilyen szélsőségekben, valaki egy e fajta látnoki erejű rendező, és következő filmjével belépne a blockbusterek közé, tök egyértelmű, hogy valami ilyesmit kap, amiben nem tudja kiengedni magát, tehát nem tudja szabadon engedni a fantáziáját, hanem rohadtul megkötik a kezét egy totál ambíciótlan valamivel, hogy abból hozza ki a legjobbat. Tény, hogy kihozta a legjobbat lehetett, és mondom, maga a rendezés az, ami nagyon-nagyon sokat használ ennek a filmnek, mert nagyon-nagyon erős pillanatai vannak, jó a hangulata, meg igazából semmi probléma nincs vele, csak olyan zavar, hogy ennyire ambíciótlan, de ez meg nem az ő hibája. Jó, mondjuk egyébként itt jön be a képletbe az, amit egyszer nővéremmel beszélgettünk, amikor így mondtam neki, hogy mondom, nem szar az, amikor benn van az önéletrajzodban, hogy mit tudom, milyen játékokon dolgoztál, és azok a játékok konkrétan szarok voltak, és mondta, hogy nem, mert szakmán belül senkit nem érdekel, hogy a játék maga milyen lett. Az, hogy te a saját munkádat hogyan végezted azon a játékon belül, na az érdekel mindenkit. És lehet, hogy egyébként ő náluk is így van a film szakmán belül, és hogy lehet, hogy a film maga nem jó, vagy közepes, de az, hogy te ott a saját részeden kihoztad abból a maximumot, az... Kihozta, igen. Az már egy másik kérdés. Persze, ez itt elmondható, hogy a csávó ilyen kötött körülmények között abszolút kihozta, amit lehetett. Tudott hangulatot lehozni, tudott izgalmakat hozni, vizuálisan megkapott pillanatokat tudott létrehozni. Tehát ezzel mondom, rendezése itt semmi baj nincsen. Így elmondtam a lényeget. Tehát meg lehet egyébként nézni. Nem egy rossz film, de annyira örültem volna, hogyha ebben a sztori van, hát sokkal inkább annál, mint hogy megint adjunk egy ilyen filmet, ami például a Life-nál nem zavart egyáltalán, én a mai napig tartom, hogy az a film nálam egyik legjobb ilyen film, noha film. Itt már ez zavar. Tehát így ennyit erről, ez egy nézhető közepes cucc. Na, hát én akkor ezt simán kihagyom. Ja. És hát jöjjön az est fénypontja. A musicalek musicale. 2019-es Macskák remake. Ki látta? Én. Tényleg sajnos nem. Na Flint, mesélj. Macskák, az eredeti színdarabot, legalábbis egyik előadását azt hiszem gyerekként láttam. Mielőtt valakinek felcsillanna a szeme, nem színházban, hanem éppen kódolatlan hétvége volt HBO-n, és volt egy összeállítás, és emlékszem gyerekként meg. Hát gyerekfejjel tetsz. Azon kívül egyáltalán nem követtem így a macskáknak a pályafutását, csak tudtam róla, hogy a mai napig nagy slágernek számít. És semmit nem mozdult meg bennem, hogy hát Hollywood feldolgozta egy nagy film musical formájában. De tényleg sóhajtottam egyet, amikor megtudtam, hogy az Oscar-ban Tom Hooper fogja készíteni. Mindenkitő elnézést, mert én már egyszer képes voltam Tom Hoopert úgy nevezni, hogy Oscar Ibans, de a véleményemet mai napig tartom szerint az a csávó csak is és kizárólag azért csinál filmeket, hogy Oscar díjakat nyerjen, és sajnos szinte minden filmjén ezt érzem. Függetlenül attól, hogy már olyan film is, ami például speciál nekem, mondjuk, hát tetszett, mondjuk úgy, de hát gondolok itt például a Király beszédére, a Nyomorult is fogjuk rá, hogy bejött, de ezen kívül minden filmje olyan, hogy láttam őket, de rohadtul semmi a normális ambíciót nem vértem felfedezni, csak az, hogy gátlástalanul az Oscarra. Ez nekem nem szimpatikus. A macskáknál ez szintén érződik.
Azzal meg én más tészta, hogy ez végül milyen öltött testet, ahogyan az ominózus macskák is hogyan öltöttek testet ebben a érdekes filmszerzeményben. Én nem gondoltam volna egyébként, hogy a macskák képében hamarabb megkapom után sokat, mint járaton azt a filmet. Mert az oké, hogy ez a film bődületesen nagy moslék, ezzel szerintem nem lepek meg senkit, hiszen a média is ebből áll, hogy kvázi ez már egy új kultfilm lett, ha úgy tetszik, nagy hollywoodi blockbuster musicaleknek egyfajta Tours the Room-ja valamilyen szinten. Csak hasonlítsa valamihez. Igen. Bizonyos szempontból így, hát tudván, hogy mire számít, csak valamilyen szinten még így is csalódtam ebben a filmben. Mert a filmben jó pár olyan momentum akadt, aminél legszeresebben letéptem volna arcomat a helyéről, ezen felül viszont annyira fárasztó és semmilyen volt az a rendkívüli lélektelenség, ami az egészet átszűri. Tehát a végére én úgy éreztem magam, mint egy hal körülbelül. Nem volt az, hogy felidegesítsem magam. Nem volt az, hogy, kínomban röhögjek azon. Na, egy új hútusz született. Semmi. Egyébként az eredeti macskák az mitől ilyen nagy kultusznak, mitől rend ilyen nagy kultusznak, azt tudja valamelyik őtök? Hát azt én nagyon szeretném tudni. Ezt én is. Mert én megnéztem az eredeti 98-ast. Már így önmagában a színházi musicalt se értem, hogy ez mitől ilyen epic. Fogalmam sincsen, tehát a sztori az volt egyszerű sztori alapfelállás. Annyi a sztori, van ez a ez egy macska klán tulajdonképpen, akikkel történik ez az egész. Ez a Jellicle nevű macska klán, akik faszom tudja hány évente egyszer összegyűlnek, hogy kiválasszák azt a macskát, akinek jár egy új élet. És van egy gonosz macska, aki el akarja csaklizni ezt a dolgot. Ő itt Idris Elba. Igen. Van egy öreg macska. Ne passzatok föl, hogy szerepel. Eldönti. De igen, nézted a csupasz seggét, ahogy riszálja macska farokkal. A csupasz CGI seggét. Van az öreg méltóság teljes macskasszony, aki eldönti, hogy ki lesz a szerencsés, aki kap egy új életet. Basz meg, most nézem a szereplők listát, és Jézus passzad, na jó van. És a végén megkapja egy csöves macska az új életet, és csókolom, ennyi az egész. Közben meg néha-néha látványosan, máskor kínosan próbálnak színészkedni, táncolni, meg énekelni. Ennyi, slusz passz, van egy-két jó lóta. Igen. Egyébként magával a történettel semmi probléma nincsen. Nincs, csak azt mondom, hogy az eredeti is bot egyszerű. Tehát én azt sem értem, hogy az eredetinek miért van, vagy a musicalnek önmagának miért van ekkora kultusza. Tehát szerintem az is egy gicsparádi, egy bot egyszerű, gicses, felfújt ilyen hatásvadász akármi. Tehát még csak hatásvadásznak sem mondanám, mert ahhoz gyenge, meg unalmas, hát meg inger szegény. Hát nézd, valószínűnek tartom egyébként, hogy az amerikaiak megtalálták ebben a kis bot egyszerű történetben rást, mert mondjuk azt, hogy ott van egyébként függetlenül attól, hogy mennyire gicses maga hasonló. De hogy ez a bizonyos varázs egyáltalán nincs benne, hát harmadat is fel. Nincs benne. Nyilván sokkal lélektelenebb, sokkal ingerszegényebb, sokkal kínosabb, nagyon sok objektív szempontból sokkal rosszabb, tehát látványilag rosszabb. Látványilag visszataszítóan. Igen, a zenék nagy része sokkal rosszabb, akkor ott van Rebel Wilson benne, mondom, objektív dolgok miatt rosszabb ez a film, de azt én abszolút indokolatlannak tartom, hogy ilyen orbitálisan nagy pocskondiázás menjen körülötte, mert nem annyival rosszabb, mint az eredeti, csak éppen az eredeti sem jó. Én ezt nem tudom megerősíteni, sem cáfolni, mert én már nem emlékszem a
az eredeti színdarabra, ugye erre a 98-asra. Gyerekként láttam. De hát ami itt van, úgy azon kívül, hogy már az elején lejött, hogy az egész, azon kívül, hogy vizuálisan hányás, még nem különösebben zavar. De abban, hogy 10 perc után megjelenik a Rebel Wilson, ott golyózott be az agyam. Hogy a Rebel Wilson elkezdte magát dukálni, ahogyan azt úgy általában az egyéb emberiség ellen elkövetett merényletben. A gusztustalan dagadt bige eljátsza, hogy szexi. Hűha! Magyarul, igen. Csak az a baj, hogy ezt még megfejelték az ember arcú csótányokkal, amiket megeszik. Igen, baszki, meg azok az egerek. Meg amikor leveti a macska bundáját. Az a baj, már elmondva szörnyű, de ahogy ezek... Lecipzározza magáról, a CGI macska bundá. Hát igen, egyrészt az ötlet, már az ötlet, hogy micsoda, ez a három dolog, amit felsoroltunk, már ötlet szinten rettenetes, ahogy kinéz. Így vizuálisan is valami rettenetes, meg Rebel Wilson. De most én csak azért nem értem ezt az egészet, mert önmagában szerintem az, hogy valaki teltebb, attól még lehet csinos, meg érted? Persze, azzal nincsen probléma, csak nincsen azzal probléma. A probléma, amikor egy dagadt bige elkezd proliskodni, és ezt a túltolt, tudom, hogy nem vagyok szexi, de most eljátszom, mert az rohadt vicces, abszolút suttyóságot nyomja a pofádba ezerrel, kellemetlen. Úristen, de mondjuk ennek a másik verziója van, az a szőke, úristenek nevezett csaja, ide hirtelen akartam mondani, a Trainwreck-be a főszereplő, az ilyen. Amy Schumer. Ja. Ugyanez. Igen. Igen, mert az apját az, hogy valaki molett, tehát az ég egy ott a világos, semmi probléma nincs, de az, hogy amint ezt úgy használják, mint itt a Rebel Wilson például, hát az inkább vissza. Itt ebbe az van, hogy akkor hasonló, mint a... Hogy most az vicces, hogy a pufi lány szexiskedik, mint az, amikor a pufi segre esik, hogy röhögjük ki a dagadtat, mert elesettük. Igen, tehát ez mennyire szánalmas már. Ez ugyanaz, mint annak a csávónak a karrierje, aki a dagadt volt a Grownups-ba. Nem tudom, hogy hívják. Kevin James. Igen, Kevin James. Ez dettó ugyanaz. Sőt, nem ennyire hitvány módon, de dörök karrierje is ugyanaz, mert legtöbb esetben ő az a csávó, aki akkor, mint egy hegyomlás, de közben ilyen nagyon szeli. Ilyen kis aranyosan esetlen. Jó, mondjuk azért legalább Rocknak van egy kisugárzása, tehát nem tudom, olyan mosolya van annak a pajnak, olyan kenyére kérhető mosolya van annak a faszinak, hogy nem tudom, én imádom emiatt. Mert tényleg olyan jó lelkű embernek néz ki amellett, hogy tényleg Jézusom akkora, mint egy hegy. Hát róla mondhatjuk azt, hogy a férfi szíveket is megtudja. Igen, tehát hogy így nem akarok én ebbe belemenni, meg nem akarok én ilyen téves eszméket gyártani, de tényleg, tehát így tök jó fej csávónak tűnik. És az ő filmjeiben szerintem bőven elég, amit így produkál, de hát hogy... De itt, amit Rebel Wilson annak elő, jó, mondjuk azt, hogy Rebel Wilson így az egész filmben összesen, ha van 10-15 perces játékideje... Bőven sok. Ez bőven sok. Meg egyébként is rajta kívül is szinte mindenki más égeti. És az a vicc az egészben, hogy az Idris Elba így az első egy óráig még az egyetlen figura, akiben még azt láttam, hogy van karaktere, van egy ajós kisugárzása. Azután az, amikor a nagy pallonkabátot meg a kalapot végül ledobja magáról, és csupasz testtel hirtelen elkezd vernyogni, hát ott végül lemegy ő is. Hát nem illik ide, azt mondom, hogy kutyába, hiszen macskákról. De Elba is végül beszáll abba, hogy végül kinyíri a saját ázsióját, ahogyan mindenki más is ezen dolgozik folyamatosan. Tehát
mindenkit egyébként egy hegyenként meg lehetne említeni, hogy mennyire szánalmas az, amit itt végez. Akár a saját hibájából, akár önhibájából. De alapjáraton, figyelj, mindenki házhoz faszért azzal, hogy aláírtak erre. Ja, igen. És itt a Taylor Swift jelenséggel az ami van, hogy most így alig szerepel benne, aztán közben vele reklámozták, vagy most mi volt ez? Hát nézd, ha szerepel valami 5 percet benne. Ja. Akkor ez olyan, mint valami ilyen epizódikus film, vagy ilyen egy így... Bazd meg, jelen... te nem hallottál Fazma kapitányról, vagy mi bajod van neked? Hagyjál már azt a karakter. Az a karakter nélküli karakter, úristen. Akinek az a karaktere, hogy nő, bazd meg. Nem mindegy, hagyj. Nő és menő a páncélja. Hát azért menni, mert ez is színű, bazd meg, az ennyi. Hát de baszki, még abban is több méltóság van, mint itt bárkiben. Hát azt látni, hogy Sir Ian McKellen, bazd meg így lefetyeli a tejet. Már nem használ föl! Most. Hát igen, Ian McKellen is benne van, kérlek szépen. Azt, és azt látni, hogy ő fogja és így lefetyeli a tejet. Hát bon. Én azt hittem, hogy annak a faszinak elég volt a szépség és a szörnyeteg. Vagy így... Á, dehogy. Nem, hát még ott is több méltósága volt, könyörg. Édes jó Istenem. Mi szükség volt erre a filmre? Ilyen karrier pöcegödör szeretett volna lenni? Mert ahogy láttam... Ez egy karriergyilkos film, ezt most kijelentem. Ez egyértelműen az, és ráadásul azt teszi egyébként nevetségessé, hogy, ami nevetséges és kínossá is egyszerre, hogy érződik, hogy a Tom Hooper megint így kapálózik az Oscarért, mert annyira vette ezt az egész. Érződik, hogy jaj, abszolút. Olyan azt hitték, hogy ez az akadémia kedvenc lesz. Ezt teszi végtelenül kínossá az egészet. Ráadásul úgy, hogy ezek közül ki kell, hogy emeljem Jennifer Hudsont, ugye, hát spoiler, ő az a csöves macska lehány, aki végül feljut az égbe és megnyeri az új életet. Hogy igen, ő és... olyan halál komolyan játszik, bazd meg, hogy így folyik a taknya, folyik a szeme, folyik a nyála. Bazd, hú, az de cringe, baszki. Uh-huh. Az jó, erőltetett beleélés, ahogy ott könnyezik. Igen. Folyik a nyál azon a két nagy habaróján. Uh-huh. A szemei kifolynak, úgy énekelt. Hát, ennyire meg, komolyan veszik. Ő meg próbál akkor ráfeküdni erre, hogy na most akkor Oscar jelölés. Oscar jelölés lesz ebből, és akkor mi lesz belőle? Aranymálna lesz belőle. Akkor aranymálna lesz ez a film. Bőrsimám. Úristen, de szörnyű. Komolyan. Borzalmas, tehát tényleg. De mondom, én most megkérek minden hallgatót, aki látta az bármelyik macskák verziót, és érti azt, hogy ez mitől olyan nagy szám, az legyen kedves kommentbe írja le nekem, mert én komolyan mondom, nem értem ezt a jelenséget, hogy ez... Erre én is kíváncsi vagyok. Te szerintem az eredeti is. Ekkora kultusz. Mi a faszomtól lesz ekkora kultusz az, hogy macska jelmezbe bújtatott emberek énekelgetnek? A faszom ez. Tehát komolyan mondom, meg. Tehát, hogy baszik, hogy én nem tudom, hogy tényleg a 70-es években kellett volna fiatalnak lenni, ahol szétpippantva ülünk be egy ilyen előadásra, akkor lehet, hogy így azt mondanám, hogy ez kurva jó volt. Büdös úristen, nem tudnám elmondani, hogy miről szólt, de ez kurva jó volt, egységben. Hogy ugráltak már meg? Hogy énekeltek? Azt tudtam, miről volt szó. De fú, olyan jól esett egy ilyen 2 gram fű mellé. De hogy ezt így a mai világban, a mai korban, 2019-20-ban, hogy ennek milyen relevanciája van, vagy így nem is értem. De hogy én nem ért, legalább lenne az, hogy gicses történet, de van relevanciája. De hogy nincs, tehát mi ebbe a tanulság? Hogy ha szar életed volt, akkor már a végén kiválasztanak, feltéve, hogyha a Jellicle Clan tagja vagy.
És kapsz egy új életet? Vagy mi a tanulság? És ha ez lenne a tanulság, ez egy fasság, ez nem így van. Ha szar életed volt, és eljött az idő, hogy meg kell halj, akkor megdög lesz egyedül. És vége. Hát te nem szar életed, akkor is kapni. Nem fog a Jellicle macskasszony elkísérni a lépcső, hogy menjél, aztán majd találkozunk. Hát hú, már ezt a Jellicle dolgot mondták a magyar szinkronban. A karminca. Bazdmeg, karminca. De főleg úgy egyébként, hogy ez úgy kapott magyar szinkront, hogy összesen 3 percig beszélnek benne magyarul. Én eredeti nyelven láttam, nem is tudtam, hogy van hozzá szinkron. Van hozzá szinkron. És akkor szinkron, a dalok összesen... eredeti... A dalok eredeti nyelven szólnak, és akkor beszélnek egy musicalben körülbelül 3 percig, vagy 5 percig. Igen, el tudom képzelni, hogy szerintem 1 óra alatt összepakolták a magyar szinkront ehhez. Azt az úristen neki. Mi értelme volt magyar szinkront, amikor 3 percet beszélek benne összesen? Édesen, de akkor lett volna értelme, hogyha lefordítják a dalokat. Hogyha elteszik a musicalből, mert ugye van ennek gondolom magyar verziója is, mert miért ne lenne. Akkor átveszik bele a dalokat, és... Persze, itt is játsszák színházakban. Úristen, na jó, mindegy, ezen lépjünk túl, de... Szóval, akkor lett volna honnan, akkor basszus, énekeljék föl a dalokat is. Figyelj, ha ez egy Disney film lett volna, akkor hidd el. Akkor lelettek volna fordítva. De... Azt értettük. Jó, de és mi a különbség? Tehát ez... Most semmi. Nem, ez egy Universal film. És univerzál filmekben nem fordítunk dalokat, vagy nem értem, tehát a szinkronnak ettől függetlenül ugyanúgy, ez lett volna logikus. Nem, mert a univerzál egyszerre maga lehetője. A Disney az, ami túl fog. Hát de ez az adott forgalmazó szinkron... dönti el, nem? Hát ami eléggé kötött a Disney-vel szemben. A Disney az, ami erre nagy figyelmet és elvár. Ja, értem. Azért mondom azt, hogyha ez egy Disney film lett volna, akkor itt a dalok is lelettek volna, mivel nem. Hát de szerintem eleve ez lett volna logikus. Jó, mondjuk nyilván, hogyha nem fizetnek a fordításért, meg leszarják az egészet, akkor most mindegy törjék magukat. De hát akkor is ez most így mi? Akkor majd küldték volna az egészet feliratosan be a moziba, több értelme lett volna meg a kukese, és hát akkor igen, megmarad a pénz. Több értelme lett volna, mert az, hogy van 3, ha nagyon jó fej akarok lenni, talán akkor lehet, hogy még feltornáztam 4 percre is, de hogy csak ennyi magyar szinkronos rész van benne egy 100 perces filmben, így nem érte egyébként, hogy a forgalmazónak ez így miért érte meg. Ez minden tekintetben egy borzalom lehet ez a film, de most már egyre jobban kíváncsi vagyok rá. De katasztrófa turizmusnak nem olyan rossz egyébként. Igen, de az a baj, hogy nem is olyan nagyon kiemelkedő. Vagy egyáltalán nem. Nem, mert azt elvártam volna amúgy, hogy rohadt kiemelkedő legyen ilyen téren is. Nem? Én is, legyen igazán trash, mi? Igen, és pont ezt mondom, hogy nem értem, mire fel ez a borzalmas nagy oltogatás, mert akkor oltogassuk már szét az eredetit is, mert az sem sokkal jobb. Nem tudom, lehet, hogy ez sokkal nagyobb kult Amerikában, ez a macskák, mint itt Európában. És lehet, hogy így, hogy ahogy hozzányúltak, az nem tetszett nekik. Hát, lehet. Valószínű. Mindegy. Minden macskatasztrófa az egész. Flint. Ezt ez írtad, ugye? Ez a poén körülbelül olyan színvonalon volt, mint a macskák, Primi. Igen, ez volt a cél. Nem, ez szerintem konzervpoén, ezt te már tartogatod magadba. Nem? Jó, vannak, katasztrófa az egész. Fejezzük be, mert már így is tőrbe lettünk ejtve. Jaj, na itt azért most álljunk meg egy pillanatra, és tényleg első körben, mielőtt elkezdjük a filmet, én nem értem, hogy ennek a filmnek miért nem az lett a címe, ha már mindenképpen trükkösködni akartak a címfordítása, hogy törbe, csalva. Szerintem sokkal jobb cím lett volna, de... Hát mert úgy nem olyan kis vicces szójátékos. De hát pontosan ez, hogy dupla csavar, érted? Hát mert... Érted? De az, hogy törbe ejtve, törbe nem szoktak senkit ejteni. Ez nincs olyan, hogy törbe ejtve.
törbe csalni szoktak valakit, itt meg fizikálisan is megtörténik, úgymond, meg hát ugye átvitt értelemben is. Nem értem, na mindegy, ez a törbe ejtve ez engem annyira kiakasztott, hogy miért ez lett a címe. Ez egy fos. Ennek nincs értelme ennek a törbeejtvének. Mi az, hogy törbeejtve? Mindegy. Engem ez a magyar szikroválasztás nem különösebben tud felháborítani. Úgy vagyok vele, hogy jól van, ez a címe. Nem tudom, én nem értem, mert a Knives Out az még jelent valamit, hogy... Az több mindent jelent, mint az, hogy törbeejtve. De itt ez nem tudom. Na mindegy, ez engem kifaszott túlzavart. Na de térjünk akkor rá magára a filmre. Ati túllendült a cím traumájának, akkor beszéljünk. Knives Out. Na mit gondolunk? Knives Out. Directed by Rian Johnson. Rian Johnson egy eléggé általunk rendkívül megszeretett jelenséggé vált az utolsó Jedik miatt. Ó, igen. Na de mi a helyzet amúgy ezzel a filmmel? És rendezett egy kibaszott jó Agatha Christie filmet, ami nem Agatha Christie írományain alapul. Szerintem abszolút egy nagyon igényesen szórakoztató kamu ez a film. Mert hogy az, mert el akarja veled hitetni, hogy van rejtély, itt abszolút nincsen rejtély, tehát akinek... Szerintem nem mondjuk, akarja veled elhitetni, hogy van rejtély, mert de, ugye ez a rejtély, ez az első fél órában, ez el is mondja, hogy mi az. Igen, tehát, de megpróbálja veled elhitetni, hogy itt tényleg van egy gyilkos, akit ki kell nyomozni, és majd lesz egy nagy csavar, ezt szerintem igenis megpróbálja elhitetni veled. Ami nem feltétlen probléma, mert a magyarázatok, meg ahogyan összeáll valami, az kimaradt. De amivé összeáll, azok teljesen szórakoztatóak. Itt a forgatókönyvírói hiányosságot pótolták egy ütőkártyával azzal, hogy de Armas karakterre nem tud hazudni. Ez semmi más, mint a forgatókönyvírói hiányosság pótlása. Tehát nem tudod megírni azt, hogy lesz felgöngyölítve a rejtély, hogy jönnek rá, milyen lesz ennek a megfejtéshez vezető útja, és ezért beleírsz egy olyan karaktert, ami kulcsfontosságú információkat így felböfög, mert nem tud hazudni. De ez konkrétan felböfögi. Igen. Mindentől függetlenül szerintem borzasztóan szórakoztató film volt, nagyon hangulatos volt. Néha pici-picit éreztem, hogy kicsit mintha túl hosszú lenne, de még határon volt. Színészek nagyon jók voltak. Képileg azért meg van komponálva az egész. Igen, abszolút. Hangulatilag zene is nagyon jó. Azért élek a gyanúperrel, hogy ha rosszabb, ha mondjuk csak középszerű színészekkel lett volna az előadva, akkor egy középszerű film is lett volna. Tehát itt azért nagyon sokat dob rajta, hogy azok a színészek, akik. De igen. Összességében nekem egy abszolút pozitív élmény volt. A filmnek ez a fajta sztárfelhozatal nagyon jó. Meg lehetett rajtuk látni, hogy azért itt kibaszottul élvezték ezt a forgatást. Tehát én nem tudom, én láttam rajtuk, hogy sütött róluk, hogy imádtak ott lenni a forgatáson, és tényleg így eljátszani ezeket a karaktereket. Egytől egyig hát az Ana de Armas karakterét kivéve, egytől egyig egy ilyen megáltalkodott haszonleső, semmire kellő brigád, de nagyon-nagyon jó volt nézni ezt a brigádot. Meg kimondott, hogy jó volt például így látni Daniel Craig-et. Egyszerűen minden jelenetén az érződött, egyszerűen csillogott a szeme, hogy ez így mennyire tökül érzi. Igen. Tényleg nagyon jó volt. Mindenkin. A Chris Evans fürdőzik. Az kurva jó. Fürdőzik ebbe a szerepbe. Végre nem Amerika kapitány, hanem egy igazi ilyen körmönfont büdös bunkó, de imádni, hát ahogy vigyorog. Imádja ezt a karaktert. Fú, azért mondom, hogy mindenki. Azt, hogy egy ilyen rafinált figurát a Chris Evans le tud hozni, az engem teljesen meglepett. Tehát az, amikor a család ugye így, amikor megjelenik a családnál ő, így
bazdmeg így leteszi a seggét, így mindenki úgy néz rá, hogy a szemükkel döfködik őt, ő pedig ilyen szarevő vigyort felvesz, hát... És utána mindenki... Mindenkinek elmondja, hogy te is kap be, meg te is kap be, meg te is kap be. Igen, csak érzed, ez egyfajta ilyen Jack Nicholson figura, és én a Chris Evansből ki nem néztem volna, hogy ő ezt le tudja. Hát azért a Chris Evans azért szerintem már bizonyította, hogy jóval több annál, mint az Amerika Kapitányban kellett. Igen, neki. Mikor? Mondjuk például volt az a tehetség, amikor a kis szőke lányjal van együtt. És el akarják venni tőle? Igen. Szerintem nem ott volt rosszabban sem. Meg a Snowpiercerben is tök jó volt szerintem. Én ott megmondom őszintén, azt annyira régen láttam, hogy nem emlékszem, milyen volt benne. De én mondom, én láttam rajta, hogy... De én két másik filmben láttam, még nem volt ott, de nem volt a szerepe sem nehéz. Én mondjuk imádtam őt a Dili Samcsi film. Jó, hát persze, de... az a film. Na jó. Jó, én mindig egy tök korrekt színésznek tartottam, meg Amerika Kapitányként is baromi jó volt, de egy e-fajta figurát, amit itt hozott le, azt ettől függetlenül se tudtam belőle kinézni. És nagyon-nagyon kellemesen meg. Na, ez nagyon-nagyon jó volt. Ez nagyon erős volt. Igen, ehhez képest egyébként kísérő eljös, hogy például a Lucky Stanfield az csak egy biodísz. Igen. Igaz, akkora vesztese volt ennek a filmnek, hogy csak... Egyébként annyit javítanék rajta, hogy nem is azt mondanám, hogy erős volt az alakítása, mert igazából csak egy ilyen megjátszott ripacskodás volt. De nem erős volt, csak egyszerűen jó volt nézni. Uh-huh. Ezt így előadva. Hát igen, tehát ahogy ő élvezte ezt eljátszani, olyan élvezett nekünk ezt nézni, szerintem. Tehát én ezt így értettem, mert nem volt egy nehéz szerep szerintem, mert egy süttyót kellett, egy bunkót kellett játszani, ami szerintem sok színésznek egy jutalomjáték. De alapvetően hogy tök jól megcsinálta, és jól állt neki. Mert azért az itt a lényeg, hogy jól is álljon valakinek ez. Uh-huh. Mert lehet ezt irritálóan is csinálni. Viszont mi a baj Lucky Stanfield-del? Én ezt nem értettem, azt a... Azt, hogy ő csak egy biodíszlet volt itt. Ez nem az ő hibája volt egyébként. Csak ő egyszerűen volt. Eléggé nagy vesztese volt ennek az egésznek, hogy ő jó, csak... Jó, de hát nem rajta volt a hangsúly. Hát persze nem rajta volt, de azért ettől függetlenül kicsivel többet vártam ettől, de hát... Jó, hát... Jó, volt már jobb is, na. De itt én ezt engem nem zavart, mert abszolút azt, amit az ő karaktere igényelt, tehát ő neki asszisztálnia kellett a Daniel Craighez, ami tökéletesen jó volt, és én nem láttam ebbe kivetni valót. Nekem sem volt gondom vele. Én nem érzem úgy, hogy olyan nagyon vesztese lett volna ennek a dolognak, mert tehát itt azért nem is kellett olyan nagyon. Tehát nem rajta volt az egész. Csak ilyen téren úgy érzem, hogy Lucky Stanfield így erre egy ilyen Daniel Craig mellett csak úgy így asszisztáljunk szerű figurának egy más. Hát azért én meg az úgy vagyok vele, hogy azért Lucky Stanfield nem jár még ott a nevével, hogy ő ne vállalhasson be ilyeneket, ha érted, mire gondolok. Mm. Tehát nincs még akkora star power-ja a csávónak, hogy miért ne vállalhatna be ilyet, mert fontosan ez hogy ő neki fel kell építeni a karrierjét, és ez teljesen jó lépés arra. Mm. Hogy építgesse tovább a karrierjét. Uh-huh. De muszáj még megemlíteni, hogy Ana de Armas annyira cuki ebbe a filmbe, annyira imádni van az a nő, én annyira szerelmes lettem abba a csajba. Főleg amikor hányik, az zseniális. Jó, hát nem feltétlen akkor, de tényleg annyira kis cuki, olyan kis szép az a lány, hogy jaj. Az eléggé meghökkentem, mikor bedobták ezt, hogy amikor hazudik, akkor elokádja magát, és mondom, ne, ez komoly, és erre megcsinálja.
Én azt hittem, hogy ez valami ilyen hülyeség lesz, hogy ilyen, mit tudom én, hogy ezt így valaki kitalálta, és akkor ebből nem, majd ki, valami poént hoznak ki belőle, meg ilyenek, és néztem, hogy ez tényleg így van. És amikor ez megtörtént, utána egy eszembe jutott, hogy ja, Ryan. Aha, ugyanígy voltam vele. Én nekem egyedül a probléma. Egyébként nem nagyon vezettük fel a sztorit. A sztori az annyi, hogy egy gazdag író, a Christopher Plummer, Christopher Plummer, yeah. Az Harlan Trumbly. Harlan Trumbly, ő a nagy író, és akkor ő neki mindig összegyűlik a család a születésnapján. Megünnepeljék a születésnapját. És tulajdonképpen ezen az estén az öreg, az, és hát a következő reggel utalál rá a szobalány, hogy át van vágva a torka egy ilyen rejtett szobában, és akkor tulajdonképpen ebből indul ki az egész, hogy megjelenik a rendőrség, ugye, és akkor meg valaki a Daniel Craig által játszott Benoit Blancot, ami ennél nagyobb poáró áthajlás nem is lehetne, ez a név, fölbérli valakit, és akkor ő is ott van a meghallgatáson, és ez egy kurva jó ötlet szerintem, amikor így a különböző családoknak a különböző szemszögből előadott történetét előadják, és hozzá bevágják a képeket, hogy mindig az aktuális történetet mesélő ember van ott az apa figura mellett, és ő vele együtt fújja el a tortán a gyertyákat, amiten az nekem kurvára tetszett, hogy éppen pont az a család, az összes családtaggal együtt, aki éppen mesél, azok vannak ott körülötte, hogy mi szeretjük csak igazán az öreget, és az kurva jó. Baromi szórakoztatóak voltak ezek. Nagyon jó, tényleg, és akkor ebből indulunk ki, és akkor tulajdonképpen, hát nem tudom, szerintem el lehet árulni azt, mert mondom, a film sem nagyon sokáig titkolja azt, hogy tulajdonképpen mi történik, vagy hát nem tudom, eláruljuk, vagy... Spoiler, spoiler, spoiler! Spoiler, itt most ugorjon előre valaki egy 10 másodpercet, 15-öt, mert az a lényeg, hogy... Tehát tulajdonképpen kiderül, hogy Ana de Armas karaktere öli meg az öreget. És utána abból építkezik a film, hogy ez hogyan próbálja Ana de Armas eltenni a rendőrök elől. Igen, és végül lesz, hogyan bonyolítják még. Igen. Ami eléggé kiszámíthatatlanná tette az egész cselekményt, és annál inkább izgalmasabbá. Tehát, és ahogy nekem néztem, ezért én nagyon oda tapadtam a filmre. Akkor különösen. És nekem ez pontosan ezért tetszett, mert ugye nem arról volt szó, hogy kitette a bűncselekményt, hanem az, hogy ezt hogyan próbálja megoldani. Meg itt hogyan keverik a szart a családtagok, tehát ki hogyan reagál az azt követő eseményekre. Igen, tehát a Putin itt az egy kurva nagy blöff. Szerintem igen, de jól áll neki, igen. Nagyon jól áll neki, igen. Tehát ez a fajta kiszámíthatatlanság úgy, hogy egy utolsó Jedikkel szemben ez működik, mert ad egy irányt. Igen, tehát ez is egy borzasztóan forgatókönyves, megalapozatlan, írói hiányosságoktól szenvedő kiszámíthatatlanság, csak itt ez működik. Mert van egy iránya, és tart valahova. Ezen az érződik, hogy azért itt a lényeges momentumok ki vannak értemben is. Ráadásul úgy van tálalva, hogy ez ténylegesen szórakozó. Nem az érződik, hogy ez egy halálkretén tepilség. Mint az utolsó csodik? Bizonyos szempontból ez is az. De annyira jó pofán csinálja, és annyira... Hát nem, igazából tényleg, tehát így a karakterek nem annyira jók talán, mint ahogy amennyire jól el van szva. Tehát tényleg nagyon sokat számít az, hogy itt olyan sztárgárda van, meg olyan színészgárda van, hogy csak les az ember. És tényleg mindenki kihozza a maximumot az adott karakteréből. Nekem például ez egy kicsit zavart egyébként, amikor így belengetik ezeket a dolgokat, hogy a Jade Martell karaktere, ugye, akit így lenáciznak, meg mit tudom én, hogy abból így igazából nem tudunk meg semmit, csak így rámondják, hogy ő náci, és akkor így, de mitől náci a csávó? Vagy így, mi a problémája mindenkinek vele, mert abból nem tudunk meg semmit. Nem, borzasztó keveset szerepel is a filmben.
Igen, csak hogy így vannak ilyen dolgok, és így azt mondtam, hogy így passzus, én erről azért szeretnék többet tudni, hogy mitől alakult ki ezekbe az emberekbe a kép. Csak nem kellett volna sok, csak egy pár kép kocka, hogy mitől megoszt ilyeneket a Facebookon, vagy mit bánom én, csak hogy értse az ember, hogy most ezt miért mondják rá, vagy csak simán rásütik. Mondott ott dolgokat a bevándorlókról. Hát ilyen szarkeverő youtuber egyébként van micsoda, és állítólag a Ryan Johnson ezt a utolsó Jediknek a gyűlölőiről mintázta. Jaj, ez már megint milyen belemagyarázás. Hát nem tudom, ebből mi igaz. Szerintem ez én nem tudom. Olvastam erről, állítólag ez konkrétan a Ryan Johnson be, én olyat nem találtam effektíve. Ki mondja? Én ez hogyha így van, ez annyira kicsinyes. De mindegy, szóval azért mondom, hogy én azért ez alapján, a film alapján kicsit elegem embert, hogy ilyenbe belemenjen. Mert én amúgy a megnyilvánulásai alapján, mert azért volt egy-két fajn megnyilvánulása az utolsó Jedi kapcsán, én pont ugyanilyen ennyire kicsinyösnek gondolom. Igen, jó, én nem néztem vele interjúkat. Én pont kinéznék belőle egy ilyen, bár szerintem nincs így, de amúgy nem lepne meg. Szerintem ezt inkább ráfogták. Nem ér. Akkor, hogyha ez így lenne, akkor lehet, hogy egy kicsit nagyobb szerepet adott volna neki, vagy jobban kidolgozza azt, hogy ő neki mi is ezzel a problémája, nem? Tehát, ja, szerintem is. Lett volna valamilyen minimális utalásra. Igen, igen, tehát azért valamit biztos, hogy akkor ezt úgy csinálta volna, hogy fölfogják az emberek. Hogy igen. Ez most nektek szól. De ez annyira ilyen ráhúzásnak érzem, hogy ilyen, én nem igazán nem tudok mit kezdeni ezzel. Tehát, mert a másik, ott volt a Catherine Langfordnak a karaktere, ugye, aki jóba volt az Ana de Armas karakterével, és ugye őt is használják ki egy bizonyos fokig, amikor fölhivatják vele telefonon, és őt értem, hogy ő miért olyan, amilyen, mert ő a sulihoz kell neki a pénz. És ő ez egy csomó mindent meg is csinál. Jó, és akkor ott valahol éreztem, de hogy a kisrácnak ebbe a mi szerepe volt, a Jaden Martell karakterének, ezt így nem értem. Tehát, hogy ő ott volt mindenhol, és a legjobb, hogy ott volt az anyja, aki megjelenik a filmbe, de egy megveszekedett mondatot nem mond az egész filmbe, hogy én néztem néha, hogy ki a faszom ez a nő. És így rájöttem, hogy jaj, basszus, hát ez az anyja, én a gyereknek ez a Michael Shannon felesége, hogy így. És így nem értettem, tehát hogy így én abszolút nem éreztem hosszúnak egyébként ezt a két órát, tehát nekem úgy elröpült ez a két óra, hogy én még azt mondom, a karaktereket még nézném. Hogy mit művelnek egymással, meg úgy önmagába. Tehát azért lett volna még itt szerintem mit kihúzni ezekből a karakterekből. Igen, ezért is mondtam, hogyha ezeket a karaktereket, meg ezt az egészet így, ahogy van, nem ilyen kaliberű színészek adják elő, hanem jóval gyengébb képességű, jóval kisebb karizmával rendelkező, jóval kisebb rendértékkel rendelkező színészek adják elő, akkor ez a film ott nagyon-nagyon elúszna így. Jönne egyébként és igen. Menne a középszer hullámain abszolút. Egyébként igen, hogy itt tényleg, de én soha az életben nem gondoltam volna, hogy Don Johnson ennyire jó. Kezdjük ott, hogy én már föl se ismertem először, hogy ez a Don Johnson. És utána nézem a stáblistát, azt mondom, bassz meg, ez a Don Johnson volt. Jézusom! Szerintem kurva jó volt ő is. Még nem volt rossz. Ahhoz képest, hogy... Jó, Don Johnson azért a Django, ez a is kurva. Hát ott nem tudom, hogy ott neki nem volt ennyi szerepe meg helye. Hát ott szerepelt egy 10 percet. Hát igen, egy epizód szerepe volt tulajdonképpen, de azért itt sokkal több. Szerintem. Hát sokkal, jó, sokkal több volt rajta. Jó, meg hát bírtam a Machete-ben is, de hát... Jó, hát... Ja, összességében egy marha jó film. Igen, abszolút, tehát
szórakozásnak, na, valahol itt jelölöm ki az alsó határt, ahol lehet minőségről beszélni. Tehát nem, abszolút nem azoknál a filmeknél, amikre azt szokták mondani, hogy ó, hát ezt nem kell túl gondolni, ez csak egy akciófilm, vagy ez csak egy látványfilm. Nem, a kifejezetten csak szórakoztatás céljából készült filmeknek itt van a minőségbeli alsó határ. Tehát innen beszélhetünk minőségről. Szerintem azért ez bőven nem egy minőségi alsó határ, de jó. Tehát nekem nagyon-nagyon átjött, és szerintem egy kurva jó film. Egy szerzőjátékos film, ami nagyon fel tudja tartani amúgy a figyelmet, mind a mellett, hogy mondom, rendkívül szórakoztató is. És egyszerűen jó nézni. Tehát számtalan nagyon-nagyon remek útja van, és pont abban működik, amiben az utolsó Jedik nem. De szerintem fölösleges is az utolsó Jedikhez összehasonlítgatni bármilyen. Semmi köze, tehát ezt én is önállóan kell kezelni, szerintem is. Mondom. Én önállóan is kezelem egyébként sok szempontból a filmet, ugyanakkor az, hogy szerkezetileg ez hogy épül föl, a stílusát nézve mindenestől, azért az utolsó Jedik ilyen téren megkerülhetetlen, mert hasonló trükkökkel ér az a film is, csak ez igen, itt tehát ez működik. Ez is egy kamu, meg ez is egy csalás alapvetően, de mit tud működni? Jó, azért, mert itt nem nyomja egy franchise a vállal. Ez nem egy franchise 8. része. És nem az itt működik a csalás, nem érződ ostobának, butának. Igen. Hát már a saját világán belül játszódik, tehát ennyi. A minőségbeli filmeknél valahol így jelölünk az alsó határt, ha csak a szórakoztató faktort nézzük, akkor ez egy bőven jó film. Hát e fajta szerzői filmeket én ezért Ryan Johnson. Ja, jövett. Én is, bármikor. Tehát de úgy önmagában azt is örömmel fogadnám egyébként, hogyha most megint elkezdő egy ilyen klasszikus krimiláz körvonalazódni Hollywoodon belül. Én annyira élném. Hát ennek már kész a folytatása, azt ugye tudjátok. Ennek folytatása? Igen. Ryan Johnson már írja. Már visszaigazult a csávó. Ezt hogy lehet folytatni? Daniel Craig karakteréről fog szólni. Uh-huh. Ja, hogy nem, ez, tehát csak a Daniel Craig karaktere marad meg, és akkor igen. Mint egy ilyen... Elvileg ilyen spin-off folytatás. Aha. Ja, hogy egy ilyen új történet a igen. Daniel Craig karakterével. Igen. Hát ilyen folytatásnak adott spin-off. Ja. Uh-huh. Egyelőre ennyit lehet tudni róla. Hát akkor tulajdonképpen kapunk egy ilyen Kalambó sorozatot, ahol a Kalambó minden egyes epizódban máshol van, meg más emberekkel találkozik. Voltak képégem. Hát akkor jó, ezzel semmi gondom nincs, hogyha tényleg hasonló csak jól. Csak Star Wars legyen! Jó, hát Daniel Craig abba is szerepelt. Hát jó, de azt meg ebben csináltam. Az kiderülne tényleg, hogy én volt. Benne. És hát blank, fehér ruha volt rajta, ugye? Igen, csak mondod, igen, csak azt meg Abrams csinálta, Ryan Johnson erő. Hát igen, hát az utolsó Jedikben egy Tom Hardy volt, kivágva persze. Ezeket annyira imádom egyébként, ezeket a cameókat, hogyha nem írják le, hogy ez a cameó volt, soha az életben nem venné észre, szerintem senki, aki nem ilyen. Várjál, itt a Kryzátban volt is például egy Frankóz. De van egy csomó, amit akármekkora rajongó legyél, akkor sem veszel észre. Jó, akkor azt mondom. Az a cameo, hogy felvesz magára egy rohamosztagos jelmezt. Húha. Igen. Na, ezt mondom. Tehát, hogy ez csak egy megáltalkodott rajongó vesz észre, hogy ennek a faszinak. Ez hallgatni kell a hangját, nem tudom, szerintem évekig, mire ez föltűnik, hogyha nem mondják el, hogy egyébként ott a Daniel Craig cameózott. Igen, tehát ez olyan, hogy annyi erővel betelefonálhattál volna, hogy így jönnek be a vendégkönyvbe. Na, de azért mondom, hogy Frankos például egy, mit tudom én, ő neki volt az ügyvéd szerepe, aki felolvasta a végrendeletet. Tehát uh-huh. Neki volt szerepe, megjelent, ha tudod ki az, ha tudod róla, hogy ki az, akkor tök jó, ha nem, akkor vonsz egy vállat, jó, az ügyvéd, kész. Tehát, hogy így ez a cameónak a lényege szerintem.
Igen, ja, meg egyébként egy fajta, hát ilyen vicces szerepben a Toriko lett, tehát nagyon furcsa volt látni, mert ő mostanság nagyon úgy égett bele az elmémbe, mint ugye az örökségben lévő anyuka. Nagyon fura volt itt látni. De eszméletlen jó volt. Nagyon jó volt. Az az igazi érzés, hogy így elképzeled, hogy ennek a teremtménynek az apja vagy. És így hallgatod, és várod, hogy mikor tudjál, de akkorát lebaszni erővül, hogy a műszempillái 6 métert repüljenek. Ezt az érzést olyan jól ki tudta váltani belőlem, tehát olyan zseniálisan hozta ezt a zsiger ilyen idegesítő karaktert, hogy én imádtam eddig is Toni Collettet, meg ezután is. De főleg úgy, ahogy előadja magát, hát ők a családom, és akkor mutatják azt a jelenetet, hogy full bebaszva ott táncol, mert körülöttük, aztán ezek meg legszerűbb fölrúgnák őket a szart. Aj, kurva jó volt. Nem tudom, zseniális volt tényleg, ahogy előadták magukat. Igen, tényleg. Nagyon-nagyon sok múlott a színészeken, de nagyon jó is volt. Eleve az, hogy valahogy mindig üdítő ennyi jó színészt egy helyen látni, még akkor is csak kis szerepük van. Egyébként igen, tehát hogy a marha jól áll a filmben ilyen star power van, és tényleg egyébként Ryan Johnsonnak annyit köszönhetünk, hogy azért lehet ezt úgy is kezelni, hogy rosszul, tehát hogy nem, hát, nem kezelik egymást jól a színészek. Idén Roland Emmerich a Midway-jel megcsinálta, hogy egy rakott sztárt oda csűrített, aztán jöttek, mentek. Igen. Fényességgel hullócsinak. Ó, sajnos még nem néztem meg. Hú, annál erőtlenebb egy szar filmet, baszki. Hát akkor azt látnom kell. Tehát azért mondom, hogy itt azért ehhez kellett az is, hogy szerintem mondta nekik, hogy jó van, srácok. Persze, itt tehát kellett erős színészek. Adjátok elő magatokat. Igen, tehát itt nyilván nem vitatja senki Johnson érdemeit. Egyértelmű, hogy kellettek rendezői instrukciók is ahhoz, hogy a jó színészek meg is tudják mutatni a karakterükön keresztül azt, hogy valóban jó színészek. De instrukciók ide vagy oda, ez nem működhetett volna, hogyha nem ilyen kaliberű színészekkel van előadva. Na hát összességében akkor egy marha jó film szerintem. Aztán szerintem érdemes egyébként elmenni rá a moziba, mert annak ellenére, hogy nem feltétlenül igényel a krimi faja szerintem mozit, annak ellenére marha jó szórakozás. Igen, szerintem is. Igen, kellemes csalódás, és jó, hogy egy ilyen filmet. Igen. Nem tartom valószínűnek, hogy megnézném többször, mert annyi azért nincs benne szerintem, de nem... Én simán megnézném még egyszer. Én is. De nem tudom, nekem nem valószínű, de nem úgy egyszer nézős film, hogy egynek elmegy, hanem úgy, hogy tényleg egy kifejezetten kellemes üdítő jó szórakozás. Uh-huh. És nem egy buta szórakozás. Nem, egyébként pontosan ezekkel a kis csavarjaival, ahogy megbolondítja ezt az alapvetően unalomismételt dolgot, tök jól csinálja, hogy fönntartja végig a figyelmet. Úgyhogy én abszolút ajánlom, hogy nézze meg mindenki, mert szerintem ez minden korosztály számára szórakoztató. Uh-huh, igen. Hozzáteszem azt, hogy ezt mondom azért, mert mellettem a moziban egy rakat 16 éves ült, és egy ilyen 15-16 éves, és olyan jókat röhögtek, hogy az valami hihetetlen. Igen, amúgy nagyon jó humora van a filmnek. Jó, sikerült megtalálni a több korosztályt is. Igen. Aha. Tehát azért mondom, hogy én a moziba, amikor voltunk... Már azért. Igen, tehát hogy a nyugdíjastól elkezdve a tiniken keresztül mindenki, minden korosztály reprezentálva volt, és egyaránt jól szórakozott mindenki. Úgyhogy én ajánlom, szerintem
Nem is tudom, hogy egyáltalán volt olyan ember itt, bár nyilván van olyan ember, aki csak hipsterségből lehúzza ezt a filmet, de hogy tehát őszintén, akinek ez nem tetszett, hogy az miért nem tetszett. Hát jó, azért abban is gondoljuk bele, hogy azért sokaknál annyira még azért láttam egy-két ilyen kis megnyilvánulást a kapcsolatban, hogy az sosem ki, ez is elrak. Tehát azért ne legyünk ennyire ostobák és előítetesek. Mi is gyűlöljük. Még egyszer az... ezt most... Nem, csak az, hogy találkoztam egy-két ilyen megnyilvánulással, mi szerint bocskondiázták a Knives Out-ot az utolsó Jedik miatt. Jaj, ez mennyire... Nevetséges. Na, ez meg a legolja aztán mindennek. Ez vagy, abszolút. Na, hagyjuk már. Tehát... Pontosan ezért mondtam neked is, Vince, hogy hagyjuk ezt az utolsó Jediket, most tegyük ettől függetlenné ezt a filmet, mert tehát semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz. És összehasonlíthatatlan egyáltalán a mint műfajlag, mint pedig minden értelemben a kettő. Annyi, hogy azonos a rendező személye, de hát most komolyan. Hát azért nem feltétlenül a rendező személye. Minden esetre azt azért elmondhatjuk, hogy attól, hogy egy utolsó rakás szemétnek tartjuk az utolsó Jediket, a Knives Out-ot, egy nagyon jó filmnek tartjuk. De ez két külön olyan. Dolog. Ez két külön igen, dolog. Nem is közük egymáshoz. Persze, de igen. Csak azt látva, hogy vannak olyan emberek, hogy pocskondiázzák a Knives Out-ot, mert az utolsó Jedik, hát ez mindenek a legalja. Hát azok hülyék. Most hát azok rettenetesen hülyék. Aki ekkora gyökér, arra nem lehet mit mondani, mert komolyan, tehát annak tök mindegy. Igen, tehát az ilyen gondolkodásmódú emberekkel, azokkal igazából kár is foglalkozni, tehát nem fog megváltozni a gondolkodásmódja attól, hogy bármit is elmagyarázol neki. De én önmagában, de a másik oldal is egyébként hajlamos a túlkapásokra ezen a téren, mert én például, megmondom őszintén, személyesen sértve érzem magam, amikor azt mondják, hogy de mert akik utálják a Star Wars 8-at, azok azért utálják, mert hogy Rian Johnson rendezte. Nem azért nem szeretem a Star Wars 8-at, a Last Jedi-t, mert Rian Johnson, hanem azért, mert ne egy sorozat 8. részébe kezdjünk el önmegvalósítani. Tehát én nekem ezzel van pusztán a problémám, hogy bassza meg az Isten, hát nehogy már, hát bazd meg egy 8. részben ne kezdjünk már el teljesen úgy belehozni, ami teljesen feje tetejére állít mindent. Mondjuk, ha már túlkapásoknál tartunk, akkor túlkapások vélemények terén vannak bőven a Knives Out kapcsán is, mert azért 10/10-es mesterműnek kikiáltani, meg... Jó helyen kiáltják így ki. Műfajt megreformáló darabnak, meg mesterműnek, meg zseniális darabnak, meg ilyeneknek azért... Persze, ez így oké, de most figyelj, én adtam rá 9/10-et, de azért adtam rá 9/10-et, mert 9, tehát krimiként fantasztikus. Filmként is jó, és kész. És kurva jó szórakozás, tehát a saját műfaján belül túl teljesít. Hát én szerintem meg pont az, hogy krimiként voltál így gyenge, mert egy krimi nek a gerince az a rejtély. A rejtély az úgy néz ki, hogy van egy feladvány, van egy nyomozás, és van egy megfejtés. Itt nincs nyomozás. Itt van egy kislány, aki felhányja neked az igazságot, csak meg kell próbálni rákérdezni valamilyen távoli aspektusból elindítva. Persze, ez így ebben a formában igazad is van, csak én azt mondom, hogy úgy működik krimiként, hogy közben kicsit csavar a műfaj alapjain, mert pontosan nem a rejtély a lényeg, hanem az, hogy hogyan próbálod meg az igazságot eltakarni úgy, hogy nem tudsz hazudni. Olyan, mint egy hát antikém. Igen, de az nem is sikerült, tehát arról sem szól. De nem, ezzel nincsen probléma, én csak azt mondom, hogy én ilyen szemszögből közelítettem meg tőle. Tehát azért történetileg annyira nem nagy elesztés a film, inkább a kis forgatókönyves csavarjai azok, amik működnek benne. De azok meg tényleg forgatókönyvesek, mert kicselezte Johnson azt, hogy meg kell őket logikával magyarázni. Nem kell meg. Meg vannak írva, a csaj pedig elmondja, hogy így történt. Ezt kész. Tehát hát ilyen szempontból én azt mondom, igen. Hogy nekem ez egy rossz krimi, de egy nagyon jó film. Nekem ez a 7/10.
Hát a szórakozásnak abszolút igényes és jó. Nálam is 7/10-es, de nagyon jó filmnek tartom. Szívesen igen, tehát nem több egy jó szórakozásnál, de annak viszont tényleg igényes. Jó, azt mondom, hogy ezen teljesen, de az a lényeg, hogy tényleg jó szórakozás. Aztán attól, hogy ez most mennyire kap el, az már szerintem már... Az idei már... évet, így az idei évet így előre tekintve sorol. Hát igen, azért, ha belegondoltok, idén ez már egy erős kezdés. A Bombshellről is jókat lehet hallani. Az egy korrekt film. A Kisasszonyokról is jókat lehet hallani. Tehát azért most már nem az van, hogy folyamatosan a remake-ek meg folytatások jönnek szembe. Tehát jönnek azok is nyilván, de azért már lehet egy-két olyan filmmel találkozni ebben az évben, már rögtön az elején is, amikor úgy mennek a saját lábukon. Uh-huh. Ez tök jó egyébként. Én azt mondom, hogy soha rosszabb évkezdést filmek terén. Tehát... Igen, egyedül most a horror műfaja miatt. Igen. Igen, de valami nyalánkság csak becsúszik idén is. Na de szerintem, ha csak valakinek nincs még a Knives Out-hoz hozzáfűzni valója, akkor nagyjából itt be is fejezhetjük. Hát tulajdonképpen elmondtunk mindent szerintem. Aki még nem látta, az mars megnéz. Igen, ezt tényleg bármikor merem ajánlani bárkinek gyakorlatilag, mert tényleg akárkinek egy jó szórakozás lehet. Na, hát akkor köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Én Garas voltam, itt volt velem Flint. Jappai! És az elmaradhatatlan Adi. Üdvözlök mindenkit! Csóközör és konfetti eső. Oh. Ez zebra szövege. Elköszöntem. Csóközön. Szevasztok. Hello, hello. Sziasztok.